Hello, hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb csodálatos, fantasztikus streamben, ahol meglepő módon GTA RP-zni fogunk. Aztán fővesszük a szolgálatot, azt indul Szobri József csodálatos gondja. Mi újság veletek? Szia, Kevin Stark! Hello, hello, hello! Kényelembe érezzük magunkat. Őt, egészségöt, kolléga! Kéne venni. Mindent. Készek lövedéke elút. Jobri József 10-8. Egészség. Erőt egészséget. Tudom, melyik bankra, mert mindjárt elfogadom a hívástot. Vétel itt Alfa 99 53 1044. Ja? Mi? Miért nem? Ó, basz. Faszom tele, hogy soha nem tudok magam a vinni rohadt szöges drótot. Lehet nem fele ennyi a súlya. Mi a helyzet, Kevin? Hogy vagy? Hogy telik a hétvége? Volt egy rohadt hosszú céges meetingem. Ütögéséget, kolléga! Ő is most lát szolgálatba? Parancsnok, akkor amennyiben a túsztárgyaló helyszínen van, pakoljon le, kérem, kísérjük be és kezdjük meg a túsztárgyalást. Ha én a túsztárgyaló, akkor beindulok, készen állok. Mondja! Nem megyünk a bankra? Én oda megyek. Hogy motorra menjünk? Nem tudom, mi autók vannak ott, nem tudok semmit. Tudja, hogy mi van ott? Nem, én is most lezem szolgálatba. Zsobri József érdeklődik, kell erősítés a bankrabláshoz. Ötöt hallani a rádióba? Vétel pozitív, érkezzenek ki egy sportgépjárművel az egyes bankrablásra. Otó mög fölö, vagy gépjármű, vagy autó. Pozitív, pozitív, a BMW motoros CR egység is teljesen megfelel. Van BMW motója? Természetesen. Jó, vegy elő. Várom az ajtónál. Ne gyerek! Vétel, aki most érkezett, az a túsz csak elment és visszajött. Jöjjtsék itt egy magablás, mindjárt ott vagyunk. Én nem jó. Te akcióparancs túsz tárgyalót keresi. Kemeszető. Várjuk meg, amíg visszajön. Vétel itt a túsz tárgyaló, a bankon 5 elkövető és 4 túsz található. 10-4, hallgatjuk az első követelést. Őt egészséget. Előre egészség. Főzött? Nem sok. Felvettem a szolgáltatót és már bank. Én voltam. Felvettem a szolgáltatót, látom a közleményt a telefonomon, mondom, kinyűvök akkor egy botóa. Ott ott egy hőmest, őt is kihoztam. Teljesen jó. Rásítózom, főzé jön, hogy jó, elveszi a motivációt a kollégáktól. Ez a túlsztárgya keresem. Akció, parancsnokhoz. Értel? Vétel, az első követelésük, 3 túltétot bankból kifele balra, felszedjük a szöveg, az utakadályt, oh, és a gépjárművekkel álljunk fel a járdára, vétel, igen, ezt teljesítjük.
C4-es. Két túlsz küldünk ki előre. Eljó autó. Jött a törövés. Ez inkább sor tűz már, kollégák. Jó, évezzük. Vételét akcióparancsnok szeretne megkérni a túloldalon lévő kollégákat, hogy egy valaki adjon le egy figyelmeztető lövést. Parancsúra. Ha kérném a fejlődés közelőt, hogy tegyük ki a kiírás még egyszer, ezt követően aki behatol, annak kerék a tűzparancs. C4-es ura, már is intézem. Vétel negatív, 15 percenként mehet ki egy. Ne sűrítsük. Álljon fel a járdára, kérem. Ó, baszom. Azt a kurva. Jó van? Hát annyira nem, bebasztam a fejem, mint a kurva élet. Hova? Miért bölözel területről? Elbambultam. Hova? Látom itt a mőkasának kitűző maga a Viatronsznál dolgozik. Igen. Ogen Cox, a jól olvasom itt a kitűzőjét. Nagyon szépen megkérném, óvatosan, hát nem tudjuk a mi járatban van őrök. Szeretném akkor megkérni a nyugati oldalon álló kollégákat, hogy kezdjük el felszedni a szöges mutatadályt, illetve a gépjárművekkel akkor a járdára. Ügértöm, kell mutasson fővé jogosítványt, vagy szömélyigazolványt. Vétel, a túlsz 10-26-os mutatja. Mindegy, melyiket? Mindegy. Utatkozó közben Sobri József Dandár tábornok vagyok, a 99 körzettő, jelvészámú 84. Jó van, mikor szülötött? 9-1-5-ig volt 16. Tökéletes. Jó van, kérem szépen, hagyja le a hőszint, zárja le a gépjárművet. Jó. Én majd visszajöhet, hogyha... Jó van. Majd, hogyha főoldottuk a főoldást, utána jöjjön, kérem a gépjárművet. Jó van, jó van. Köszönöm. Kérdeződöm a nyugati oldalon lévő kollégákat. Rend. Isten, bebambúnak. Hát. Vététom, Csaba főtősebb, ezt addig arrébb állok a BMW-vel, a másik jár, nem tudom, hogy zárva van-e. Kívánc jövök. A keleti oldalon áll egy piros lámpás gépjármű, épp hogy kívül van a lezárása. Disney-es tegnap vagy tegnap előtt is eljátszották a nemzetinél. Hagyjuk figyelmen kívül, hogy előre. Vétel uram, elnézést a barikádot és a szegest is vegyük fel, uram. Pozitív. 14-es. Hű, van itt lövedékálló bázis. Mondjuk, ha a GPS-es lezárást nézem, akkor benne van a lezárásban. Nem, inkább nálam legyen. Most elnézem a bókóba a dolgaimat, mindig kijössön. Jó, hogy te gond lögyön. Ames Witty, hello, szia. Bocs, Kevin, összetöröd magad. Azt tuti. Ó, meg fogok halni, mint a geci. Hogy a Porsche-hoz, a vőzőn, hogy azt mondta, szóval ez a gépjármű. Tisztán emlékszem őről. Így van esélyük az elkövetőknek. Igen. Jó van, mindent értök. Jobb, mint az Audi szerintem. Nekem nem a személyes kedvencem, de a M3-as BMW az köcsön. Én is M3-as BMW, vagy már itt van M3-as BMW? Ja, értem. Azt hittem a mi BMW-köt szígyja. Tárgyalónak megtörtént a kérés. Nem javúsított, Viatranszos elbambult, igazolta magát, úgyhogy lezárta a gépjárművet, ő hagyta a hőszint. Harmadikat is. Köszönöm. Én köszönöm, hogy érdeklődött. Én köszönöm, hogy válaszolt, uram, ilyen informatívan. Tömészötösön. Hogy tetszik a szolgál a fűtőzsőmeste, uram? Na szétadom, csak már előttethetnének már. Má? Mikor jött a állományba? Hát, már vagy a fél éve. Fél éve? Ja. Hoppá. Azt hittem, hogy volt egy távolítés.
Nagyja hozzá 3 hónap már micsoda. Ja, a fél évből 3 hónap hallgat, de. Ja, nem, bocsánat, de 3 hónap elnéztem, vagy másfél. Másfél? Nem, másfél. Akkor egy kis türelmet adja a vözék, biztos elő fogják léptötni. Ja, csak az a baj, hogy egy rohadékos vagyok, aztán remélt nem szoktak előni. Jó, jó, bőcs, Donta. Mindig baj van. Nem tudom, főtőzsőmester, ez maga szerint a HL osztályvezető, meg a vőzéjő nagy előtt bőcsesség mondani állnak, meg önismeretből jeles. Azt tetszik, hát, hogy ilyen kritikus. A mondjuk jó dolog, röndőrök nem ártanak önni. Az a baj, hogy nekem nincsenek titkai, aztán nem, hogy folyamatosan ott elmondom az elkövetőknek, hogy mi a helyzet, ugyanúgy a kollégáknak is, persze nem tiszteletlenség, hanem csak őszinteség. Na az itt a övkövetőknek rendőrségi dolgokat ad ki, mert az egy problémás ja, önnő. Nem, azt elmondom nekik, hogy itt helyben most érdejenek le, vagy különben belbesokkolom, meg ilyenek. Meg általában a pirosoknál vettem azt észre, hogy amit ütköznek, tök mindegy, hogy mekkora legyen, valamiért olyan adrenalin pumpál bennük, hogy egyből a kezükben van a telefon, és akkor ott telefonálnak legalább egy 5 másodpercig, amíg kb. Így belben nem sokkolom őket. Mindig el kell játszani, aztán egyből megy az ordipálás, aztán utána meg az van, hogy csak már rosszul járt el. Jó, ha. Nem tudom, hogy tud-e, jó, a bőg alkotom. Köszönjük, hogy a túlsztárgy alók, és nem azt. Á, megszűnt létezni, az szemüveg tükröződés. Ahogy meg a telefonának, miután körül vannak téve, gyugodtan el lehet csokkolni. Ja nem, csak hát ez engem basz fel, hogy konkrétan én nem rengathatom ki az elkövetőt, mert annyira meg van sérülve, de azért telefont azt tudja böngészni. Ja, hát ha ilyetet nyugodtan kirángathatom, hogy semmi baj. Hallgatom, az utolsó követelésük beszállnám, megvárjuk, egy kicsit, vagyis egy szél a is az álmai, de arra figyeljön Csaba, hogy megalpult a bőső ölödőrzés. Első kanyarban. Ja igen, igen, hallottam már róla. Ennyizni. Már beszéltek is velem ez ügyben, azt hiszem Tóth János, nem tudom ki volt. Tóth János. 14 valamint szeretném jelezni a kollégáknak, hogy az utolsó előtti túlszakit most én vizsgáltam át. Elmondása szerint a teljesítette ruhás tűzáros előre szobba között raszt a hajó, itt úriembernél lesz a teljes össze. Megdöglünk vagy megdöglünk? Nem, figyeljük majd, hogy melyik gépjárműbe ül be. Illetve szeretném akkor kiosztani, hogy ki mit üldöz. Szeretném megkérni a Sierra-s BMW egységet, hogy üldözzék a Lamborghinit. A Porsche-s egységet szeretném megkérni, hogy üldözzék a BMW M3-at. Az Audi is, illetve az én Dolcsos egységem fogja üldözni az AMG Mercit majd. Sierra-s kolléga lóra. Vizsit Hobson, főtösző mester, elnézést, tudom a BMW jármű az melyiket üldözi? Nyugati oldal. Önök segítenek. Nem vagyok sokan a szerverem ma. Kicsi channel, hello, Isten hozott. 14-es uram. Na, melyik bérünk ki? 100 méter, 200 méter halál előtt? Megtudjuk. Hol van a másik Sierra-s? Vétejt a túlsztárgyaló, készen állunk. Geci jó. Beült egy autóba? 14-es. Szeretném azt megkérdezni, hogy melyik egységünk nem áll készen. Másik Sierra-s egységnek a túl, hát nem tudom merre van. Ez hihetetlen gyerek. Rosszul leszek. Vétel Junker, egy keresi Tóth Jánost. Itt tudom, hogy egy ember láttok a 0-0-es kapitányságon, nem lehet, hogy ő az. Jó, André. Oké, okay, figyelj, ez a BMW nagyon nagy évbe forog, fordul. Hát ő összefutott a névrokonával. És attól tartod, de szerintem... Új esendor volt a... Most milyen fasz van.
Kifagytunk? Vagy mi az Isten van? Vételi takció parancsnok, elnézést, szóval akkor még egyszer ki mit üldöz. A nyugati oldalon lévő BMW-s egység, illetve a Porsche üldözi az ő hozzájuk közelebb eső M3-ast. A Zentorno, ami utána kiderült nem Lambo, hanem Zentornot fogja üldözni a BMW Sierra egységünk. Mindez egy. Illetve az AMG Mercit fogja az Audi Lead-ként vezetni, vagyis ő üldözni, és mi fogjuk segíteni az ő munkájukat. Illetve jelezném Sobri Jóskának, hogy valószínűleg a társát János elvitte egy körre. Ézzéj! Akkor egyedül összök, mindegy, induljunk szerintem most. Pozitív, jöhetnek akkor ki. Indulunk. Zentornót azt meg tudja fogni a BMW, az mennyivel megy? Korán indulnak, én indulok. Láttuk, hogy melyikbe szállt az a toppos. Merci. Ha minden igaz, akkor a BMW-be ült, és ő vezet. Rendben, köszi kicsi, megpróbálom. Jó vétel, akkor megkérném a Daniel egységét, hogyha készen állunk, indítsák az üldözés, sok sikert. És figyeljünk, mert két oldalt már két piros gépjármű vált. Nagyon jó. Vétel, hogy Daniel szólna mindenki készen áll. Dini. Akkor indítom. Vétük. Jó, aki csinál a nap, légy szíves. Totóra vagyok, baszod? Ilyen? A táblát úgy félek. Ne, mit csináltok? Köszönöm. Ennyi volt? Köszönöm. Hát ez jó volt. Hát ez sokáig tartott. Szóval befordult jobbra. Zsacsi, látja a Mercedes-t? Negatív. Ezek a városlakók a kicsi, az annyira tököm tele van. Gratulálok neki. Nem lefékez, hanem befordul. M3 is eltűnt. Zentornó is, befordult a klím. Hát ez gyors volt. Szóval szarba. Ez nem zsákutca, fassza. Ez az elment. Nem biztos nem jött föl a Zentornóval. Na jó! Egyenesen? Én basszus kurvára emeltem. Na mindegy. Most.
Méter itt akcióparancsnok, érdeklődnék, hogy a bank területe 1026-os-e? A bank maga 1026, levezetett még 1026. Bár nem tudom mivel, mert Porsche-ba nem fél. Itt itt a kiírás közül, akkor érdeklődnék, kiíratom a jós mit járató az egyes bank. Negatív, majd kellene fog egy jármű, mivel a blokkádok belemennek. Szerint Alfa 9953 1045 1-es bank, segítünk az összeszedésben. Illetve érdeklődnék, hogy tart-e még üldözés valahol. Szerintem mindenki elbaszta. Ezek a lagok milyen faszomtól vannak? Adam 9904, 10-19, 10-10-as kapitányság vége. Terem 3-19-es, az egyesben környékén járőrzünk, de szerintem ez már offos. Réteni taktív parancsnok, szeretnék menni 10-19-et kérni mindenkitől a 0-0-as kapitányságra. Szélre 84, 10-44, kapitányság. Nem tudom, miért megyek. Miért tudok el közé? Nem tudom. És hogy miért? Ah, mindegy. Szoktázz, hogy nagyon rossz. Ah, hosszú volt ez a nap. Kiek hogy telt egyébként? Ez van, mindegy. Bassza a csőrömet, hogy egyszerűen... Tönöm 3.19-es, 10.19, 0-0-as kapitányság. Abba keresünk, ha már. Terem 3.19-es, találtunk egy ugyanolyan vörös színű AMG Mercedes-t. Belénk jöttek és egyből továbbhajtottak, elég gyanús üldözőbe vettük. Na balra ment! Most megyünk el a kórház előtt. Haladunk vissza az egyes bankhoz, készüljenek kollégák. Főpublik előtt most hajtunk el. Lekanyarodunk jobbra, városháza. Megyünk tovább Arkádiusznál, még mindig nyugat. Lekanyarodunk, parkolóház, nagy publikot fogunk kiírni. Ha tudják, zárják el. Erre. Arkádiusztok benne nagy publik fele. Adjam 99104, 1045, az üldözés helyszínére vége. 14-es, az Arkádiusz előtt most fogunk elhaladni. Az meg! Nem, nagy publikhoz fogunk bekanyarodni. Nagy publik előtt jobbra kanyarodunk vissza az egyes bank irányába. Lekanyarodunk a Viatranszos lefoglaltakhoz. Viatransz előtt most haladunk el. Megyünk a fegyverbolt felé. Fegyverbolt? Észak felé hajtottunk a régi autókernél. Jobbra kanyarodtunk, autókert mögött vagyunk. Egyes bank bal oldala. Nyugati oldalán megyünk Főpublik felé. A Porsche tudja, ha tud, előző. Hey, ma picsa! Hey, kolléga! Hey, ma picsa, elvisz a nyelvbe. Akkor tovább mentek szerintem. Terem 3.19-es Arkadiusz alatt haladunk. Megyünk a nagy publikhoz. A nagy publik! Jó, bevágott a BMW. Nagy publik előtt.
visszakanyarodik, Börke esett. És rövidben inkább őt fedezem. Ki lehet menni vajon? Létel, aki tud a parkolóházba, tegyen már lejszöges. Hát nincs. Akár hogy járt él vissza, úgyhogy biztos visszamegy még egyszer. Azt hittem, hogy lejszögesen megyek el. Mert az autópálya az gáz lesz. Igen. Gáz, de motoros, vágjon, majd beszéltem az időző egységek elé. Igen, a lead. Én egy... Vágjak eléjük? Bányásztó felett vagyunk most jelenleg éjszakra. Csak már ügyes. Nyugodtnak vagyunk gazdag negyednél. Te úton érjük őket, egy nyomom, mint az állat. Biztos, hogy őket fékezek. Gyűlöm GTA-ba vezetni. Tettünk rajta egyet. Éj, bazd meg! Bányásztó felé megyünk éppenséggel, ugyanúgy ahonnan jöttünk. Piros kabacsó érkezik. Ha szükség van erősítésre. Pozitív. Pakroplásról ütözünk még egy Mercedes AMG Mercedes. Piros kabacsó mindjárt becsatlakozik, vigyázzon a kollégák. Márti visszafordultam város irányába, Grozna negyednél haladunk. Elvesztettem. 99-62-1044. Üldözés. Engedjék el, az őslakos jobb volt. Le lett fizetve bunda az egész baszki. Ütköztek? Hát hogy a viharban, nem az őslakosnak? Tök mindegy, nem mondom rádióban. Ütközi. Merre mentek, merre látták elmenni utoljára, már jelenleg vakon vagyunk. Nemzeti. Jézusom, hát na, Geci, azt mondom. Mi? Te itt is van a helyszínen, hogy AMG Merci. Egy piros AMG Merci tültözünk, kapják el. Hát, én nem tudom, hogy ez az, de ez is menekül. Hát ez kurva jó. Megyünk a kórház fele, igazán érzve. Uj! Kettő, kiföldünk. FOB. Akkor az lesz, az nem bír vezetni. Jó, templomfele leveszük az irányt. Templomfele, templomfele. Megfordultunk. Jézusom, köszönöm. Mi az már? Kórház. Városháza. Megint kórház. Kórház, a nagy publik fele haladunk. A fő publik fele fog menni. Főpublik felé fordult, Ártádi út,
Már vagyunk, haladunk főpubik bele. Behaj főpublik. Én nem. Arkadiusz. Mi? Vétel kollégák fent az Arkadiusznál becsatlakozott a Kamacsó. Vételit akcióparancsnok. Amennyiben a Kamacsó továbbra is jön, akkor a Kamacsót próbáljuk blokkolni. Ha nem tudjuk, akkor kerékre tűzparancs. Ötös banknál vagyunk az AMG Mercivel. Csatlakozott még egy Kamacsó. Nézzen, ahogy tud. Nem tudjuk tartani a tempót. 10-40. Ékezd már, te szar! 2, mennek tovább. És szeretnénk kérni a CMK-hoz. Előttünk az AMG, mögöttünk a Kamacsó. Valamán kifordultam. Hátadok vagyunk, Jun. Itt a 3-19, a Kamacsó megpróbált minket vitelni. Vétel, akkor kerékre tűzparancs. 14-es leszedjük. CMK felé megyünk az AMG Mercivel. Bököm a rajta, akkor a Kamacsó. Negatív. Vétel, mit lőnek? Meglepő. Lövünk, akkor lőnek. Erre vagytok. Kocka bár felett egy utcával. Kocka bár vagy kocka par? A piros AMG a kocka bár felett egy utcával ment. Jó van, szép, amikor elrántja a rendőr. Jó van, na. Bizonyos kontaktot vesztettem a Kamacsóval, kiputált egy városlapot. Vétel, szeretnénk még egységet kérni az AMG Merci üldözéséhez. Mondja, aki koordináltál? Motelnél vagyunk, megyünk a fő publik irányába. 14. 14. Edem 99-104, 10-45 az üldözésre vége. El mögöttünk a Kamacsó, fordulunk egyes bank irányába. Kamacsó, akkor tiszta sor tűzparancs, ugye kerékre? Pozitív. Jó. Értem ezt az üldözést, most ki üldöz kit? Jó van, Zentornó, itt van GMK-ne. Akkor... Nem az. Szégy. Kontaktba. Kettő kakamacsó, és akkor jó, intézzük. Pozitív, mind a kettőre tűzparancs. Kemények vagy. Így bazzak. Á, bazz meg. Akkor szoktunk elrepülni, mint az állat. Erre mentek akkor. Rádiózni. Olyák, jó vannak? Menjen, 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 menjen. Jó, AMG üldözése folytatódik. Vételi szakció parancsok, kialakult helyzet... Olyák, menjünk vissza önök felé.
mint az igazi motoros rendőrök. Már itt attól tartok, nem fogja a fékre lépni. Menjünk a bőgeset felé. Smogi hotelni, elfordulunk. Csérnen irányába. Tovább hajtunk az alsó úton, nem fordulunk fel Csérnen felé. Burger Shop mögötti utcákba. Aha. Jó trükk. Ajja, tudta ezt, hogy csinálni. Én nem fékeztem nagyobban. A faszba ment. Á, faszom. Szépen. Istenem, szia Nomi, szia Pargur, szia Novitki, sziasztok, sziasztok, sziasztok. Bocsánat, csak elkapni ezt a rohadékot. Nem akartam közel menni, hogy lenelőjön. Egyedül nehéz volt. Köszönöm a kollégáknak, hogy visszajeleztek. Elment a picsába kétszer, ez a nem kapom soha. Bazd meg! Akkor ez is megoldódott. Nagyon örülünk. Szerintem igen. Szerintem neki is crash volt akkor, mert nem hiszem, hogy ennyire gyorsan elmegy. Tehát, oké. Okay. Hát ez rip. Hát Máté Tamás, ez rip volt a javából. Na mindegy. Vaj. Attól tartok, hogy nem csak nálunk, ez már egyes bank indulásánál már egy kolléga eltávozott János által, úgyhogy lehet, hogy volt valami ilyesmi. Én nem tudom, miért van ilyen kevés FPS-em, gyerekek, ez fölbasz. Nagyon. De inkább nem is nézem, mert csak ideges leszek. De meleg a homlokom. Meleg is van. Srácok, július 4-én 25 euró Steam ajándékkártyát sorsolok köztetek, úgyhogy nyomassátok a követést meg a Discordot, ezt legyetek itt. Nem, jövő héten lesz más akció, utána héten, igen. Tehát nem most hétfőn jön, hanem utána hétfőn, szerintem ilyen 9:30-10 óra magasságában. Ahogy kiadja az RP, amit lehet, akkor 9-10 között, inkább 10 fele. Abba hagyódása az RP-nek. Aztán ennyi volt a stream. Ja, még shutting down. Ja, de hülye vagyok persze. Utálja, hogyha nem csukjuk be. Mátéhez nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Jaksin 2, nagyon szépen köszönöm a követést. Meg van őrülve mostanában a... Oké, volt más értesítés. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a követést. Oké, pillanat csak. Jó van, mindenkinek lesz örvendetes. Rendőrállomány késett. Igen, egész jó is lehetett volna. Milyen helyzet, srácok? Hogy telt a napotok? Ó, mindenki. Jó, totál nullán vagyunk a szerve. Na mindegy.
Ja, Alpár, hello, hello. Igen, igen. Mert a 5M-ben, hogyha kikreselsz, vagy kilépsz, és úgy lépsz ki, hogy disconnect, vagy valami, akkor bafakodik. És akkor nem szereti, hogy rögtön induljanak a cuccmákok. Brand new star, copyright free. Jaj, tudom már mi van, bázd meg, de menj már ki főmenübe. Tegnap teszteltünk. Szerven is lelőttem, ahogy ott az ilyen kiegészítő hangokat. Ki? Őt egészséget, kolléga! Őt egészséget. Szerintem menjünk le az autó, mert elbasznak. Hát a kocsinak fog fájni, nem nekem. Igen? Az kemény. Nem is annyi fény van már, hogy inkább a kocsinak fájna. Kaptam csinálom a ruhát, basszus, és nincs egy normális farmer a szerver. Ezek kiakadtam. Szia, Ubilub! De hát oda varolott vissza, hát innen oda visszafutni, hát bazd meg. Innen? Ó, voltam, hát való itt a kikötő környékén. Itt. Ó, itt kresseltem. De már egy ideje szerintem én nem is biztos, hogy köttem azt a mercit. Kakilom, pisil nem is kell megint, hát... fura. Igye jövő. Üdvözlő! A végén egy AMG mercit elkezdtem üdözött, mert kezdtem úgy élvezni, erre kikreseltünk. Jó, minden, oké, okay, ott úgy az leszállam. Elgugolok a fülbe, megkezdem a kezem, jó. Ajaj, ez ötlet volt majdnem. Nem állnak meg a rohadékok? Nem. A fejegye meg a bofájukat. Rádióra fölmet. Jobbri József, dandártábornok, keres bárkit, aki autó közelében van. Vagyok. Kolléga, el tudna jönni értünk? Mindjárt küldök egy erősítéskérést. Jó, szépen köszönöm. Szerintem nem állnak meg ez a kakkus a főhúzza a nadrágját. Hát nem tudom miért, mert szebb vagyok a legtöbb lánynál a... Hát ezt mögörésüté nem tudom cávúni, nem szörötni. Ez szerintem azért, mert ezek ilyen bizalmatlan rohadékok. Nem bíznak senkiben, még a rendőri egyenruhába se. Na, megálltak, mondom. Gyertek! Őt egészséget! Őt egészséget. Őt egészséget. Ki van még? Van két hely. A pofátlan abbak a városnak. Ezeknek az életét bütjük meg, ezeket szolgáljuk, védjük. Hát menjen be a francba. Valakit fel kell még venni? Elengem majd a CMK-nál, de gyorsan egy kapszulát tolok. Itt is elendő. Gyere. Én már intéztem, nekem más lesz.
Jóva. Köszöntöm. Mondom, talán rendőröket a Váósba. Egy kollégáknak milyen napja volt eddig? Nekem? Nekem jó. Egész eddig. Mit fasz? Kezd elegem lenni. Nekem is. Én csak most ékeztem Zógádba nemrég. Van itt 0-0-es? Igen. Köszönöm. Köszönöm. Vigyázzam magukra. GMK-nál van még valaki? Igen. Yeah. Menjünk ezt szerintem a Zógáti autóé. És azt mondja, hogy hoppá! Hoppá! Szerintem túl sok. Talán jó. Remélem így jó lesz. NPC-k egyre pofátlanabbak. June 1-esen? Tomó 1-esen? Scott, merre vagy? 99 vagyok, érted? Oké. Nem. Zám, gép mentek, hogyha mehetne Dudába. Á, jó. Váltsunk rendőrtől. Jó ötlet. Ki vagy? Őrültök éjségöt. Mi a fasz történt a BMW-mmel? Hova jön a hátsó ajtaja? Elkaptam én ezt kölcsönleg utól. Tahu. Nem törik szét. A két itt össze kell szedni. Mindenki ki. Ja, ezzel kit lehet még főszödni? Engem meg James-t keleti gazdani edrét. Megyek. Tomó. Az, persze. Van a kamerába. És most, hogy szerveres tartod, ilyenkor olyan a bankok, hogy minden ürül, vagy ez például hogy működik? Most nem indulhat nemzeti meg. Valaki? Nem látok mást. Az persze, gyere rám. Ez teljesen reális volt, amit csinál. Most
ez egyirányú utca, nem? Akkor mi a fasz, az én sávomba fordul? Ha? Rosszabbul vezet volna, mint a legtöbb városra. Uham, a gyülekező a nullan semmi, mindig aktuális. Valamelyek a Uham, a gyülekező. Tiszta, ja tiszta, elmebeteg faszok benne. Golyvágon 2, lövedék, szerelőláda, gumiabboncs, kelyékre szerve, emelő. Jó van. Van itt minden, ami szemszájnak ingere. Karakterem is jó, jó, akkor nincs probléma. Hello! Csá! Mizu. Na, mesélj! Kéne egy heal, mert jöttem vissza Forzánkó, dobba le RPC minden, csak ugye volt a crash, aztán valamiért nem mentett el. Pedig az egy jó egy hét. Vételit akcióparancsnok, átadnám a szót akkor a szolgált parancsoknak. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Állvány szinten. Na. Haló? Haló? Háromszor figyelme szoktam az alpát. Mi fut neki az autónak? Ja. Mi a faszom vagy? Szegény Denin felé is volt itt. Gyere közel, a búlke. Amikor elhított, hogy kifitelt. Lecsúsi. Add meg. Zulata? Na, add meg. Na, azt nem álltok kocsival. Hát oldalra vált? Mi az, hogy jött? Ez jó, a kvéci. Jáó. Na, no, hogy szerintem lett a idő? A szekiszter is ad. Van rendőr adminunk, a jemény Roggerman bácsi egyszer valamikor. Remélem nem most. Na gyerekek, mi a helyzet? Crash utáni sebb gyalogatások. Miből van gyalog, élment? Mi a helyzet? Csak várunk. Nem tudom, hogy jót, mert... Vagy most nem tudom, mi van? Tessék. Mi van, mi van? Nem tudom most mi van. Elmény gyülekezünk nagy erőkkel. Ja, látom. Mindenki nagy erőkkel gyülekezünk. Zsobi József keresi szolgálparancsokot. Itt vagyok. Gyülekezővel mi legyen, mert itt várunk már páran. Itt vagyok. Hello. Direkt mondod rádióban? Hát azért, mert aki nincs itt, hallja már, hogy szólok a szolgált parancsokhoz. Akkor nem gyülekezünk, én mentem. Na. Itt vagyok, bocsánat, csak felmolesztált a házi sárkány. Na igen. Nem gyülekezünk?
Ennyien vagyunk? Mi a helyzet? De, még van. Uha, ezt az a dialektus nem értem. Vannak még érkezők, még a mókus kóráznál valaki jön. Jó van. Még szkoték is jönnek. Jó van. Milyen rádiózzak, hogy jönnek? Hát, nem tudom. Nem tudom ki a mellett. Ja, hogy valaki, mert nem rádiózunk. Milyen? Tirkoljuk, hogy rendőrök vagyunk. Jó van. Így van. Lehet. Jó van, én most elmegyek egy diszkréten, fejbe lövöm magam. Mivel? Amivel úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne. Felesleg. Ilyenkor megdöglik az RP-t, most elmentek kész. Csomóan leráztak, most ezt a piros AMG-t... Most számom 8-an vagyunk, ugye? Reméljük. 5. Így van. Ja, bazeg rosszat nézek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ilyen matematikusok. 6 embert csatolnék le, hogyha nem probléma, mert Dennynek meg kéne csinálni a hadnagyját. Ki ez a GTA? Na akkor menjen mindenki szerintem, mert nem vagyunk a városba. Most egyesség, ha marad, az is jó. Én mit csinál? Hát kinteket? Hát, hogy nem, hogyha érkeznek, akkor legalább tudnak valakit csatlakozni. Akkor tesz ezek gyorsodik. Nem, már tud mozogni a dolog. Jó. Hát az úr, akinek a GTA-re. Tomó, ma adunk. Ez mi a szuper egység? Legyünk? Legyünk. Pós Éva. Elvegős. Lehet, hogy felveszi és többen lesznek. Még egyszer jön egy vihar, én már nem jövök vissza. Üdvözlöm, ez kor? Hát mi ez a kitűző itten magá? Már ütégességet jövök. Hát ez van, sajnos. Sajnos? Hát, sajnálatom, hogy fejezem ki, hogy őszinte gratulációmat. Mind a kettőt is akkor... Sajnálom, hogy gratulálnom kell önnek! Köszönöm szépen! Használja egészsége! Úgy lesz. Na jó, jó. Mi is négyen vagyunk, maguk kis négyen. Akkor játszották egy csendkirály katonát, vagy agykirály katonát. Csak öten vannak. Tudom. Nem vagyok matematikus. De én négyet érek. Hogy mondod? Négyet érek. Há? Csak az álmaidban. Szegénység a szép dolog. Bocsánat, de lefelé nem terjed a hang, lehet, hogy azért nem hallotta, uram. Hát de hallottam. Reagált is. Jó, biztosra mentem, hogy tényleg azt mondta. Kamu. Honnan tudja? Hol Joan Fettős övezte ismét rádió. Na. Merre van. És ő hol balett? Ezért lettem hagyva, ami többére szar, uram. Nagyjából itt a gazdag negyedtéi vagyok. Én megyek külni, küldjön egy erősítés kérést. Üdvöm, uram! Ért is vagyunk. Fordulj be, fordulj be. Jó van. Elhúrtuk ezt a komoly feladatot. Menjél, menjél, menjél! Ne, nem, ezt a billentyűzetet úgy kibaszom a picsába. Különös elfogadása. Csavál volt? Jó van. Most az a hang, de hirtelen nem tudtam arra. Egy GPS. És a gazdag negyedben maradt? Ez valami gazdag negyedbeli a délután. Miért ne dobott mindenkit vissza? Gyuri, uram! Ütögészséget! Hova? Megva! Minator, Mester 10-8. Ütögészséget, uram! Aztán meg lesz tartva ez a vizsga, uram, nem tudja? Ő ez! Moff mondta, hogy jöjjek akcióparancsnok helyettes, akárki uram, hogy meg lesz. Elmegy a tegység egy ma, nem a ma fasza. Mi mit csináljunk, integessük a bűnözőknek? Hello! Hát de hogy ezt lőjék szintává, uram. Csává, könyörgöm, hát mit képzel? Mik vagyunk mi, kivégző osztag? Negatív, uram, amelyik pisztolyt lehet, azt kell szétlőni, amelyiket nem, azt pedig le kell tartóztatni. Jó, átvet a vizsgál. Köszönöm, uram. Akkor ugye ellenzi fogom ezt a Kozek Davisnek, meg a többiek. Ezzel.
Összes többinek. Ezeknek óvatosan, nehogy nagyon megörüljön, mert nem biztos, hogy kellemes érzés. Á, de úgyis. Zack Davis vezőr nagyon az emberre cseszni engem. Túlságosan csípi a búrámat. Köszönöm a fuvart. Pász meg. Jobbá. Ahhoz ő is sem. Jajjaj, késésben vagyok. Engem vártak egyet. Látjad, Jamal, megváljuk. Hát, én nem így. Ha az ő megfelel, akkor... Ha! Na már sörözünk. Hoppá. Itt még valaki? Sör hol? Lilla? Lilla. Én pont azt akartam mondani, hogy kellene nő az állományban, mert elég szomorú ez a látvány. Így kell megérkezni, tehát Nissan GT-R. Nagyon négy számot kell venni. Erőtegészséget. Szépeket. Bejök a sorba, vagy... Öltözöm be rendőrruhába, játszok ő rendőrök vagyunk. Na megint piszkálta a haját, nézd meg. Piszkálj. Ja, akkor úgy lesz, hogy mondtam, mert nem kaptam rá választ. Miért mondtam, nem voltam itt baszod. Az a lényeg, hogy mi maradunk vezérkarba, járőrbe, mindenki más tehet. Nagyon jó, ez tetszik. Akkor melyik kocsmába megyünk, kolléga? Két vezérőr, meg egy dandár bemegy a kocsmába, ismerik a viccet? Nem, akkor megmutatom. Na, én javaslom azért az összesbe. Jó. Nézzük még a jobb. Jó, akkor kocsma teszt. Egy picike boost kaphatunk. Az milyen színű? Az milyen színű? Kék az. Egy kék színű boost szeretnék kérni. Nem akarok kocsikázni 99-re. Ja, boost! Mondom, milyen boost? És azért több boost, nem mondom. Kit akar boost? Milyen drogot kérte ő nagyú? És kérek. Még semmi. Ja, jó kis rendődrogunk, vagy nem is szólnak. Megsértődtem. Buszt. Rendőrségi busz. Rendőrségi busz. Tö! Hú, de szép. BPSP. Pontatlan. Elmentünk. Jamal, hozzon nekem ételt, hogy itthozom a fel. Hát tudom, az nem fog elférni nálam szerintem. Horváth Lilla tisztja. Jó. Őt egészségöt. Ne legyek elfoglalatba. Az is jó. Minek? Hát minek legyünk szolíván? Leadjuk. Nagy a végén van, hogy félre csúszon. Ha csipogunk egy sokat, akkor tudjátok ilyen. Hát igen. Akkor fennmaradunk rajta csak elfoglalatban. Hát ez lenne, ezért van. Meg a 112. Meg kiesett sajnos, szóval ön még marad itt. De akkor többiek jöhetnek velem. Hát akkor menjünk. Hogy leszünk? Csengú, mint a rendőr. Érzek dobóval. Ja, hárman vagyunk. Juni. Akkor menjünk egy autóval hárman, de nem menjünk kettővel. Meg Lilla is marad meg még valaki. Ja, akkor menjünk két autóval. Persze, akár kettőre is. Elvileg. Dagadék. James, akkor ketten maradnak még rajtunk kívül? Melyen máj más a hangzót? Pillanat. Úgy látom, ketten maradtak ott. Hát akkor biztos. De szerintem még jönni fognak, lehetséges. Úristen. Hát Dennyt viszed, ő vizsgál. Igen. Danny! Jamát is viszed, gondolom. Igen, persze, mindenki, aki nem számít. Jamal, gyere, na. Te is gyere. Muszáj. Neked... A kolyga úr, nem áll erre, hogy félve kérdöm. Hogy? Ilyen megjegyzések, aki nem számít. Jamal nagyon jó járő. Eltő. Azért viszem. Jó, ha tanul mondta, még. Itt viszok, itt nem számít. Ilyet mondtam volna? Jó, ottam. Úristen, mit ilyen? Lakat a számon, nem akartam ilyet mondani. Véletlen volt. Vizsga után megnincselhetik. Véletlen. Ebbolgat is kiesett három szó a szájából. Ajaj. Nem volt szándékos. Jó szagátot. Mikor ki van lökve? Köpi elvesz, hogy 70 kilót a vállán. Na. Jamal, majd fegyelmezze meg, James. Éva, parancsolom, de akkor... Ami most történik, arra nem akarok hallani panaszt majd utána. Nem fog, nem, ha túl nem érni. Közzel, nem, Jamal, álljon le. Szóba, szóba. Mit látod? Használjon verbális képességeit. Nem kell ez fizikai örőszak. Jó. Na jó, van óra, akkor elveszem a veszélystílust. Jóval. Akkor akik jönnek ki a vizsgára, akkor azok fogadják el, köszöntem. Vétel, milyen vizsgát csinálsz, James? Hadnagyi, viszont kellenek még járőrök ide is. Gyere, Sheldon, felveszlek. Akkor dobó, mi vagyunk egy páros. Igen. De akkor ő.
Ők is egy páos. Szerintem egy, meg kettő, egy pár. Jó, már maradt a járőegység. Ó, a furikázó. Ó, a kollégák, okozzanak járőegységet, és kezdjék meg a szolgálatot. Köszönöm szépen. Porsével megyünk. Mivel? Porsche. Büm-büm. Jó, nem az. A Porsche nem jár előautó. Tudom. Mármint járőrautó az is, mert jár meg őr. Igen, de... Na. Van négy kereke. Ebben ott van nekem a Tahó, mehetünk azza is. Teljesen jó. Akarsz vezetni? Persze, hogy akarsz. Vezethető? Te autó. Éva. Ezt még nem tölted össze. Na. Mi, összetölted már? A saját én majd se töltem össze, jó? De volt a Porsche. Jó. A Porsche van nekem az annyi a problémám, hogy könnyen megdobja az ilyen kisebb patkák, vagy bármi. Nem, mert Audit nem. Én ezt könnyebben megfogom, mint a Porsche. De hát... Adam 9962, 1098. Alfa 349, 1098. Alfa 9952, 53, 1098. Amíg? Vitét a vizsgázó egység, át megyünk a 112-es rádióra, bármi van, akkor ott megtalálnak. Védej. Jaj, megint akadt a szemem. Megérzés kapott. Mi a faszért akad a szemem? Már mindent levettem. Mindent. Mindent. A legjobb az egyébként, akkor magasabb volt a grafika, jobban működt ez a szar. Hogy tehet a napja a vezérőnagyú? Hát, igazság szerint eddig nézengtem otthon, sokáig aludtam, majd fájt a fejem, bejöttem dolgozni, még jobban fájt a fejem, de a üldözés így elvittem, szóval így jól. A elkülök. És nekem? Voltam egy konfliktust kezelési tréninget, tegnap meg ma, úgyhogy majd, wow, meg ki kell oktatni. Jó, tényleg? Renátóval kéne majd beszélni, nem tudom merre van. Dolgozik ma? Lehet, hogy ma még nem láttam, tegnap sem láttam, és tegnap előtt sem láttam, szóval lehet, hogy ő is valami továbbképzése van. Lehet. Vagy titkos bővötése. Az is lehet. Olyan titkos, ő sem tud róla, de ahol titkos, én biztos tudom. Így van. Nem tudom, mi van nekem a szemem, nagyon fájdalmas mostanában. Edem 9962 főpróbba. Ha, kell fölbaszni a dolg előgerítőjése. 10-9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 
Na, szép az ő munka. Ez így nem lesz olyan izgalmas, akkor félállományemet vizsgálni, ásít fel eleg. Nem, nem kell külön szólni majd nekik, hogyha körülveszik őket, hogy miért takarítnak, akkor... Vétel, a járműrök ne figyeljenek oda ilyenkor, mert szeretik piszkálgatni. Yeah, oké. Okay. Oké, okay, nekem ő mondott, hogy még gondolsz, de ők neki nem mondod, de akkor ő nem fogja tudni. Hát mondom, hogyha... Ez alapvető dolog szerintem, hogyha gyanúsan sokan mennek oda így nézelődni, akkor azért biztos, hogy egység gondol. Nem áll. Előtte mondtad, hogy nem kell rádiózni, csak hogyha gálban. Mert nekem mondtad. Igen. Igen. De még nem is mentünk kocsmába. Na még nem. De ami késik, az majd jön. Most. Igen. Csináljuk egyetet, kód. Nem vagyok oda a Deadcoke-ja. Én se. Ez az egyet Deadcoke-on nincs Deadcoke. Így. Bárki kérdezi, testvérek vagyunk. Tinta állta. Már úgy értem, egyikünkön sincs tinta. Hogy majd a jelvényünket felhevítjük, és majd azzal megjelölik magunkat. Aj, lófasz, nem vittem föl jelvényemet. Nem szeretem a fájdalmat. Milyen vagy? Nem is a jelvényed, akkor.
Hát pedig az is lehet közös tetkó. A közös jelvényünk. Mindenkünk jó ott van. Igen, te ilyen 0-0-es vagy, én meg még 99-ös. Még? De, az örökre, de még. Ó, az is szembe sáll. De csak múlni érközik. Álljon félre! Szegény. Hát, ő is küzdött a labos benzinnel. Jó, ennyire nem érzem magam szó. 9962, 10, 27. Főpublikból van mennyire nagyjából 3 graffitit sikerült levakarni, 4-et nem sikerült, mivel hogy gyönyörű szépen körbeálltak minket, és úgy gondoltuk, hogy inkább elmegyünk onnan. Történet volt. Menjünk oda. De nem csak akkor a főpublikról. Több mint van, sőt, 100%-osan kispocsolták ezt Twitterre. Ő tökéletes, sok jó, hogy a dandártábornok, hogy kérem szálljunk ki a gépjárműből. Az 349, 20, jövök kép szépen. 19-et hajt végre egy cyberpáros kurban. Én mondtam, Zsóbi József dandártábornok vagyok, a 99-es körzettő, jelvény számom 84, tudja, mi állítottuk meg. Igen, rossával hajtottam. Nagyon jó, gratulálok. Akkor azzal a kérdésem, hogy mutassa a fő személyigazolványát, vagy jogosítványát, sőt, jogosítványát inkább. Medem 9962, 10, 45, nincs nálam. Á, a nagy probléma. Hát igen. Ha nem lett kiváltva, akkor mióta kórházban ébredtem. Az úgy, az úgy nem lesz jó. Ó, megúszza egy csökkő. Hiánya. Itt a sok ó, ányújtok önnek egy csökköt, kérem fizesse be minél hamarabb, köszönöm szépen, kérem szépen mondja el a nevét. A Szerlozi. Kedves Lodi úr. Éppen látott ész nyolc. Cyberbában dolgozik, jövegés. Gondolom. Nekem ott dolgozik. Na jó, jó. Jó van, hajtson tovább, óvatosan figyelj a klassz szabályaira, és menj el azon a kivált az iratait. Nem voltál semmi, nem basztam, azt elmegy kiváltani. Szállj be, bávosok tűnik. Oházba ébredt, nem akartam szopotni. Ő is fizette a csökköt. Szerintem, milyen helyzet a főpubliknál? Ojaj. Menjünk oda. Nem sok esélyünk, ahogy néztem a létszámokat, de jobb, hogy több elhagyunk, mint a kevésen. Ránk Dudát? Uh-huh. A palasztja. Ne meneküljön. Uram, ki van szabadon? Így, ha csinál egy fotót, akkor meg majd kérek egy kucs. Jó, ja, ott nem volt rajta, ott nem volt rajtam. Mindig na, mindenki szóval, rajta, nem egész város. Ismét megkérdem, mi a csuk probléma? Viszont mi a probléma? Az, hogy kell minket kamerázni, az? Aha, és mégis erre a kollega van fent a... Bocsó. Mint? A Twitteren. Amit nem ő csinált. Mi, hol van rajta? Hol van? Van egy dolgom. Nézze nyugodtan, fogja látni szerintem. Szerintem közelítsen rá a képet. Random Twitter van odaírva, honnan tudjam ki a fasz csinálta. Igen, az ki jó. Hát kiszársasabban maguk álltok olyan szépen gyönyörűen a másik oldal a szemben. De ott futkározott egy gyerek is, nehogy azt mondjam, hogy csak mi lehetünk, mert kék szín van rajtunk, bazdmeg. Most csak azért, mert feketék vagyunk, ja, értem, hogy nem megbeszéltük. Te hülye vagy, nem fekete. Nem láttam meg rendőrségben fekete, fekete embert, vagy mi a fasz? Nem mondtam semmilyet. Nem láttam meg rendőrségben fekete embert. Szóval, mi probléma, uram? Van még probléma? Mi az, hogy van? Hát, mondom, ne kamerázgasson, engem ne közelítsen a telefonnal. Nem, nincsen ott kamera, el lehet ballagni.
El lehet ballagni. Nem megyek sehova. Mi mennék? Nincs a lezárás, semmi. Azért, mert egy rendőr azt mondta. Igen, és akkor, hogyha a rendőr, akkor nekem hallgatni közé össze, vagy hogyha azt mondod, hogy a kenyérbe geci, felveszek is egyenruhát. Kollégina, bilincset az óra. Rám, de engem ne bilincsek. Milyen indokkal? Rendőr jutás után megtanulás. Há, sokkoló. Istenem, fiú, nagyon nem jó ez. Sokkoló. Ne sokkolj már le! Ne sokkolj le, Shadow. Álljon már. Ura, álljon meg, kérem. Miért nem lehet, de nem értem, miért nem lehet formálisan beszélgetni. Uram, kérjálom, hogy beszélgessünk nyugodtan. Hát beszélgetek én nyugodtan. Ne, futkázzon a rendőr. Miért kell? Na jó, én engedtem ezt a témát. Ő csak is, aztán csak kérdezett volna, mi a faszért kamerázni. Te se szeretett szerintem, hogy ennek kell téged kamerázgatni. Jó, nem csináltam semmit, csak beszélgettünk. Nagyon szuper, nyugodjunk meg, őrizzük meg idegvérünket és méltóságunkat. Szóval, következő kérdésem. Önök mit csináltak, amikor úgy gondolják, hogy a kisasszony ők kamerázni? Ide jöttünk és megkérdeztük, hogy mit kameráz. Azt csináltam. Ja, hogy beszélgettünk, csak beszélgettünk ott a másik oldalon. Aztán hozzászóltam, aztán majd beemeltek, mert neki állt, beúszták a vizetfogókat, aztán elmentek a faszomba. Hát most, mint hogyha annyira bántanék valaki, tud nézek ki, nem? Most azt mondom, mert nem láttak fekete embert a rendőrségre, nem én tehetek. Uram, elnézést, ez határozottan visszautasítom mindenféle megkülönböztetése vállalás a rendőrség részére, újra is nem különböztetünk meg senkit, se bőr, szín, se nem, se vallás, se semmi alapján. Amennyiben egy fehér ember ment volna oda, akkor ízi, akkor egyben mondta volna, hogy akkor maradjunk. Mi akkor egyben nem mentek volna. Nem gondolom, hogy ez így igaz lenne. Nagyon szépen kérem, ne is kérdezzük. Én biztos vagyok benne kisasszony, kollégáimat. Persze, amiben úgy gondolják. Nyugodtan tehetnek főjelentést, rögzítem adatokat, ki fogjuk. Nagyon jó. Jó. Oké, okay. Megkérném, hogy a kollégák azért álljanak távol, mert egy kicsit az én is feszélyezve érzem magam, hogy ennyien állnak körül. Menjél már onnan a háta mögül. Na. Köszönöm szépen. De az ő kezükben nincsen sokkoló meg fegyver. Az enyémben sincs. Tisztázzuk, de az övékében volt. Nincsen állam. Értem. Aha. Rögtön akartak. Blincseinek le, mi vagyok én? Jó, az én rajtam ne végezzenek itt az rendőrök, amilyen izé szexmunkát, meg ilyeneket kikötőznek, meg ilyeneket, leblincsenek. Mi vagyok? Ezek Davis úr szoktak. Ezek Davis lehet, az nem tudom. Ott a pejkákat, de kérem szépen vezér, hogy úrra azért teljesszük itt a pejkák. Helye többen állnak, megkérdő, hogy elmennének? Menjetek arrébb. Köszönöm szépen. Menjetek oda a kékek mellé, menjetek oda a kékek. Nekem tök mindegy, Hupilila is lehet, csak ne itt álljanak ennyi ember, zó szó esik a... Jó van. Akkor kérem szépen igazolja magát a... Már igazolom is. Tessék. Mutatom is az igazolványom, mit szólsz hozzá. Hozzá se tudok szólni, mert nem látok. Nagyon jó. Tessék, na. Ha mondom, vannál, miatt nem tudok én olyan rossz ember. Bukvész Tibor, 2002-08. Magasságom 180, kilom 75. Fiam, megjegyzem, diszkrétem, se a nemes, se a magassága nincs beírva a személy okmányra, úgyhogy ez nem a igazi. Mindegy. Lába mérete 43. Nagyon szép rajlám, ennyi csak 42 magas. Mindez, méret mi? Ahol nagyobb. Az a katran plusz kupasz. Jó, nem vitatkozom. Előkapom, akkor kisasszony, hogy megijed. Az is, hogy a Alkonda támadta meg a várat, a Godzilla. Jó, van. Na, folytassuk. Mondja el, kérem szépen, ön szavaival, mindenféle, ha megkérhettem, még megkülönböztetése utaló jelzés nélkül, mi történt, milyen főjelentést kíván. Miért kíván főjelentést tenni, milyen tájba. Feljelentést szeretnék tenni. Tegye meg. Na. Személyiségi az. A személyi jogok megsértése, meg ilyesmi hasonló dolgok miatt. Hm? Veszélyeztetve, zaklatva érzem magamat. Nem bírtam, esküszöm magának, azt éreztem, hogy meg akarnak ölni engem a rendőrök. Na. Jó, álljunk egy picit, miért?
Na, oké, mondja. Forduljon meg, mutatom, hogy mi történt, és akkor elmozgál, mi vagyok én, akróbata, cékúzba. Látod. Jézus. Nem vagy még olyan öreg. De nézd, ott a túloldalt, ami ott volt, ott a kockapark, vágod. Sétáljunk oda, mutasd meg a helyszínt, eljük föl. Ott az L8, az L8-nal látod, L8 mögött. A kék L8? Aha, a kék L8 mögött, nem tudod a sétán. Na, ott. Ott voltunk, na gyere vissza közben. Jó, megkérdem, hogy értekeződjünk, nem vagyunk még barátok. Ja, persze, hát akkor hogy hívjam? Csóba József Dandár tábornok, elvészem, 84-99-es között. József az jó lesz? József tökéletes. Na. És mondom, az történt, ott beszélgettünk ott a barátaimmal, meg minden, beszélgettük itt a közös ütögetéseket, meg két tengerparton nyaralunk egyet, meg ilyen, tudod, összedobjuk a pénzt, azt nyaralunk egyet. Vágó. Na. Az a nő, aki ott most nagyon szigorúan néz, és keresztben van rakva a karjat, az ott te. Tátta, most elbújt? Nem utolsó ura, mert rászokik a lopás, a szopásra akartam mondani. Nem mondom, a szopásra, hát nem jó, azt hallottam vidékről. A szopás nem én szoktam rá. Na azt mondják, aki mutogat, az rászokik. Én hallottam. Hát most is mutatott. Ő csak a szívemet szokta, más nem szokott. Te, most mutatta az előbb József. Jó, megmutattam, hogy mit nem szabad csinálni. Kivét őrösíti a szabályt. Jó, folytassa, kérem, ura. Na, az a nő ott szépen megfogta, és elővette a telefonját, és neki állt minket kamerázni. Értem. Folytassa. Értem, és erre ők hogyan reagáltak? Átjöttünk, és megkérdeztük, hogy mit kamerázik. Erre megfogta. Tényleg normális. Megkérdeztem normálisan, hogy szép jó napot kívánok, miért kameráznak? Igen. Sőt, helyesbítek. Picit csúnya volt, hogy mi a faszé kameráznak így. Hát nem volt szép mert... azért a hölgyeit hát... beszélni, még hogyha jó, úgy is érzi. Csúnyában szoktam beszélni. Vágom, mármint most mondod, most már vágom, de megtönnéd, hogy ne, hát egy hölgye. Na, aztán neked kellett kamerázni, idejöttünk, megkeresztük, aztán nagyből mondta a társadalak, hogy menjünk. Azt egybe elmentek, aztán visszajöttek 3 egységgel. Ha van az igazság. Azok meg rögtön fegyvert aztán szálltottak. Idejöttek, most megint megkérdeztem a másik kettő embert, hogy miért kellett kamerázgatni a nőnek. Aztán megjött a női egység, ugyebár abban a nő, azt jött utána még egy tahó is. A tahóval én jöttem. Na, azért mondom. Mi harmadik egység voltunk. Aztán csak megkérdeztem, hogy miért. Aztán megkérdeztem, hogy most miért. Osz mi? Hát ez a jó kérdés, amit én szerettem. Hát de milyen választ kapott őről? Semmit. Hát annyi, ő nem beszél néma a nő. Akartak sokkolni, meg be akartak... Az előtt itt volt maga is. Hát itt izé le akartak sokkolni, meg blincsbe akartak ide. Rakni. Én nem vagyok valami izé szexrobot, hogy itt le blincseljenek, érted? De ő meg tudja erősíteni? Én meg. Nem szexrobot az új, és nem szereti a lebilincseni. Nem. Szexrobotnak szexrobot vagyok, csak nem szeretem engem kötőznek ki. Ja, értem. Főleg olyan nők, mint az, aki ott volt. Jó, eszemélyeskedjünk. Jó, uram, ő értettem. Rögzítem mindjárt az adatokat, még egyszer meghallgattam. Mondja el szépen kérem, tömören, röviden, még egyszer, csak előveszem a kis edzetfüzetemet. Mondhatom? Rendőri túlkapás. Így van. Nem volt még rendőri túlkapás, hölgyem. Lényegében megsértette a személy jogaimat, mert neki állt engem kamerázni az a gágyi. Ennyi. Jó, úró, egyetlen kép sincs kint a Twitteren, ugye? Rólam. Biztos nem oda mentette. Hát de most lementek a galériába, és érted. Így van. Lehet, hogy esetleg maguknak kellett volna egy kép, honnan a faszomból tudja. Én nem tudom. Azért mondom. De akkor úr megerősíti, hogy egyetlen egy kép sincs örül a Twitteren. Nincsen. Jó, folytassa kérem. Ha meg szerelmes belém van ő, akkor meg mondja meg. Nem, hisz ő szerelmes önbe a hőgy. Na hát akkor ne nézegessen. Jó. Na, neked kamerázni, ide jöttünk, megkérdeztük, azt elhajtottak. Még választó sem éltattak minket. Jó, elkérhetem el az úrnak a telefonszámát, mert akkor fölvettem a nyomozati anyagot, és akkor vissza tudom hívni majd. Szóval, hogyha mondhatom. Jó, a türelmedet kérem. Ez meg nem vagyok. Jó, akkor kis egyzetfizetem, elvezek a kis telefonkámat. Utána ezeket a modern dolgokat. Bookfence, ugye? Az. Telefonszám? 26, aha. 46, 2. Aha. A nevemet írjál Bookfenc, szóköz, azaz hív. Jó. Na izé, szerkeszál Bookfenc, szóköz, kacsacsőr, és egy hármas, mint egy szív lenne. Amit jelent? Szív. Hát egy szív. Szívecske. Persze, és akkor minél hamarabb ír nekem.
Átérzem ezt a részét, elhanyagolom, ezt a hölgyre bízom, nagyon szépen köszönöm az együttműködést, panaszát rögzítettem, olyan már. Megvan úrnak a számom, bármi baj van, keressenek bizalma, mindent böglőd beszélni. Kérésem az, hogy amennyiben problémájuk van, nem menjenek oda rögtön 15-en, mert akkor nyilván mindenki mögér. És itt állnék, kameráznám a szép naplementét, ami most pont a kurva fejük miatt nem látszik. Én levet 15 ember, akkor lehet azt mondani, hogy ajaj. Érti? Hát jó, de akkor is felém volt, és én is benne voltam abban a képben, hogyha lesz. Teljesen megértettem, persze. Minden rendben van. Nem szeretem, veszélyeztetve érzem magamat, én akkor már azt hiszem, hogy érted, ami rendőrös érted, tudod, be van építve valaki, ezt tudod, aztán el akarnak vagy kapni engem, tudod, hogy akarnak magát ő kapni. Igen, nagyon sok mindenki elkap. Mi akarják magát ő kapni? Hát el akarnak csak kapni. Hát na látod. De mi? Ez túl normális vagyok, lehet ez. Ebben a városban bűn a homályiság. Akkor letartóztatlak. Homályis vagy. Na de mondd el már, mi akarnak ő kapni. Hát... Tök sok túl jól megy a KFC, túl jól megy a KFC. Jó, értem, pénz és sárm. Tökéletesen érthető. Jó van. Na, akkor... Adózok is minden. Irigyek. Sikerült el rendezünk akkor most ezt az ügyet, persze. Eddig a pontig. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, nagyon szépen kérem, vigyázzanak magukra. Erről azt látják, hogy valaki fikál el a falra csúnyaságokat, szóljanak nekünk, hogy ne csinálják, mert bűn. Tönkre teszik ennek a gyönyörű városnak a látképét. Hát így van. Gondolj ember, valaki följön a kisasszony, nagyon szereti, akkor magában milyen érzést váltanak ki? Hát ilyen így. Ennyi. Azok, hogy nem merik felírni, nem merik felírni. Nem merik. Jelentjál meg a férfiak ebbe a váról, hogy ilyen szép hűnyek, nem merik felírni, hogy szörötik. Hát kész. Mindjárt visszamegyünk vidékről. Nem merik, mert olyan a KFC-m tudod, hogy elnyeli az összeset. Jó van, már akkor figyelj, hogyha esetleg kiugrak a rendőrségre, mögkörölslök. Mivel foglalkoztok? Red Bull Kft. Építünk, bontunk, amit csak lehet. Jó. Építeni nem tudok túl jó, de bontásban ügyes vagyok. Főleg, amikor a rendőrségi autóval gyorsan megyek, annyi házat le tudnék bontani. Hát Cybert is mi romboltuk le és építettük újra, érted? Értem. Mi? Hát volt ilyen idős, amikor le kellett bontani a Cybert, nem volt Cybert, tudod, volt egy kis szünet, azt újraépítettük két nap alatt. Tök jó. Na jó van, mi viszont elmegyünk, nagyon szépen köszönöm az együttműködést, még egyszer mondom, bármi baj van, nyugodtan keressenek bizalomba. Jó van? Jó, másik rendőr kollégának, aki nagyon fenyegetett engem, még ilyen annyira pár két level szarakszott neki, mert nem bír magával. Jó, hát figyelj, munkát végzik, tényleg jókan voltatok ott, körbeálltátok a rendőrautót, össze-vissza rohangáltatok, ti is mögértitek, hogy azért ez nem túl biztató. Mivel a főzőtér rendőr, állj meg, beszélj el vele nyugodtan, mondd el nyugodtan az érvőidet. Hát ez az, hogy beszéltem a nőhöz. A nőhöz akartam beszélni, ki kamerázott, ez meg onnan mögöttem, neki állt üvöltözni, mint valami darab ronja. Jó. Meg azért nem viselem el. Teljesen mögértem. Ez volt az első és az utolsó, hogy de ő nem beszélti, amikor panaszt tettél, ba meg. Látod. Hát róla most mit beszéljek? Itt majd elrendezi a sors. Jó. Na, nagyon szépen köszönjük az időtöket. Vigyázzatok magatokra. Viszlát. Istenem. Te kezdj, jó. Ezt te folytatod, érted? Minden nem akartam túlni. Ez fájt. Micsoda. Mi történt? Nem tudom. Halla! Mi van? Mi a fasz? Olyan démon megszállás van itt, te az. Úristen! Leforgass annyira az a tükröt. Ki voltam? Csókolás kell ide. Igen, valaki adjon egy negrót. Ki van nyitva az ajtó? Vajon akkor lővesz az ajtó negrót, és ebből kibontak egyet, majd belenyomom a szárba. Segítsek megjavítani? Nem kell, köszönöm. De akkor valaki föltöltem. Szabogassad. Mutasd, hogy kell. Na. Meg ki kell nyitni, vagy mi a baja? Nem. Kolléga úr, ki akart egy nyitni? Mondom. Na, ezt nem is akarom meg hallani. Hát ránézek és felvettőre. Úgy építünk, bontunk, tehát itt vonatkozik az autóra is, érted mindjárt? Én nagy szerelő vagyok, testvérem tanított lábakatisítunk. Differenciál műt, bezárjuk. Én csak összesen két lábat. Üzé, ő nagyon itt vagy? Bezárjuk. Szerintem sokkot kapott. Szerintem is. Sokkot kaptál? Pozitív. Nem, megrózik. Adtam neki negrót, most azt fogadja. Sokkot kaptál? Most mi van?
Anya belegózott. Elegót adtak neki. És nem állt neki, fasz! Törték a kocsit, amíg én beszéltünk? Így lefeküdt. Jöttek valamit, akkor viszont balhéz. Tomó! Lekusszál már te, orangután! Vétel, Alfa 9953, Republic kódot vége. Tisztelt. Úgy behúzod, mi zsor senki. Szerintem valahogy nem tudom mi volt. Hát preferáltál fűtörni. Szia Tony, hello. El kell, tehát... Nem jó, hogy mindig és mindig minden túl reagálunk, mert tök idegesen reagálunk. Tehát értem, hogy ők ilyen RP-t játszanak. Én azt meg főleg nem akartam, hogy itt ebből akkora lövöldözés lett volna. Jó, faszom a tóval. Őrültökészségöt. Segíthetek valamibe? Igen, szeretnék kérdezni. Kérdezzön. Önök beszélgettek ott előbb azokkal a piros ruhás emberekkel? Igen. És a férfit azt hogy hívták? Egy férfit. Hát egy szőke csaj, meg egy izé, faszi volt. Kérdezze meg tőle. Hát jól van, csak mert volt egy furcsa eset, aztán nem akarok különlegesen vádaskodni az egyenre. Meghallgató, mondja, de nevet nyomozati anyagokról nem adok ki. Hát, nem tudja, de ma délután volt egy bankrablás itt az egyetlen. Volt. És én voltam az egyik túsz. Igen? És az egyik elkövető, az nagyon hasonlított rá, és ott bent a bankban, még Buffens néven mutatkozott be. Volt rajta szájmaszk? Nem. Semmilyen maszk? Semmilyen maszk. Jó, nagyon szépen köszönöm az információt. Meg furcsálottam is, hogy ilyen bátor. Meg ki? Hát az a izé piros, hogy úgy maszk nélkül elmegy bankot. Önbe kitisztőhötök? Én a Balázs vagyok. Jó, megyele ki a maszkát, aztán igazolja magát. Kolléga, egy nagyjából 10 percre szeretnék egy egységhez csatlakozni. Jó, ez nem az volt? Én nem. Belegben 0-0-esen vagyok. Én üdvözlöm, Takács Balázs. Üdvözlöm, Zsobi József, általában a 99-es kőzettő, jövő számunk 84. Egyenes egység, három fővel vagyunk. Utasson már főszömigazolvány. Hát az sajnos nincs rám, mert ott akkor elvették. Szömélyét elvették. Minden. De óta nem váltottak ki. Megmondom őszintén, hogy hát én lusta voltam azóta elmenni a városházára. Jó, be hát, hogy elviszük a városházára, azt kiváltatja az ömi igazolványát. 1953. Nagy raktár 1026-os. Városháza. Értettem. Köszönöm szép önfő, sofő úr. Benne volt minden a tárcámban, azzal a kevéske pénzecskémmel, azt is elvették minden estől. Na, kérdez,
vezérőn a jó, új ember, arcékű, azt mondta, akikkel beszélgetünk piósulások, ők abolták a bankot, és ő volt az egyik túsz. Én, hogy a úr, aki megadta a telefonszámát, Bookfence éve, ó volt a bankban maszk nélkül, aztán azt mondta, hogy ő a Bookfence. Csak el ugye úgy is megértette, hogy nem fogadhatok-e mindenféle vádaskodást, úgyhogy nem. Már elnézést, hogy így mondom, vádira a tárítást úgy, ahogy nem igazolja magát személyigazolvány szinten. Ez így van. Jézusom. Adam 0359 1098. Jöjjön Balázs. És milyen apjával azt leszámítva, hogy ő rabolták? Hát, azt leszámítva egy egész nyugodt napon volt. Mivel foglalkozik? Hát, leginkább bányászattal. Szereti? Hát nem, de jól fizetne legalább. A jó. De ott a izé kapuba meg szokták venni a izé fémet, vagyis az acélt. Aha. Egész jó áron. Hova, nem tudom, nem. Ennél a hőnél lehet gibáltani szömigazolványokat. Ja, igen, igen. Nem, nem, itt a munkákat lehet fölvenni, szerintem nem ez oldalt lesz. A másik. Bizu Redby barátom, hogy vagy? Annyit üzenek neked, hogy egész jól állunk. Meg akkor a jogosítványomat is pótoltam. Nagyon jó. Tazsa a főkérőm. Réte elintéző, 99 alfa 53. Tízen, köszönöm. Adam 0039, itt vagyunk, már helyszínen. Takács Balázs, 86-09-12. Igen, tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Akkor vettük a által említett dolgokat, utána fogunk járni. Rendben, köszönöm szépen. Hát akkor ebben lesz egy nyomozott élmény, mert biztos nem megyek oda a három egységgel szarrá lövetni magam. Fasz! Aztán mondja, az még nagy kérés lenne, hogyha a publikba visszavinnének? Nem, természetesen visszadobjuk. Ah, szuper. Ő tögészséget. Szép napot. Szép jó napot. Milyen a gyűlés? Kérem szépen, most megbeszélgettünk Tomóval. Megtaláltak a régi kollégák, ismerősök. Szeretném. Hiányoztam nekik. Jézusom, de hiányoztál valakinek? Hát én is meglepődtem. Kérem magamnak. Nem volt furcsa dolgok ebben a városban. Együtt szolgáltunk. Ugye Balázs? Jó. Jók legyetek, egyik intézzük a dolgokat. Éva, jövő Balázs, visszavisszük. Sziasztok! Köszönöm. Viszlát! Tehát... Én is utaznék ebben a rendőrautóval. Káros ez a dupla pulcs ilyenkor. Pafan! Ne pofozzad már őket! É, ura! Bocsánatot kérek, elszabadultak az indulatok. De ez szabaduljon egy állampolgár irányába az indulata, ez mégis úgy képzeli. Ez bevándorló, ez nem állampolgár. Nem érdekel, akkor se szabaduljanak el az indulatok. Elnézést, elkezdett engem mocsmárolni, megtámadott, és én önvédelemből cselekedtem. Nem önvédelem, verbálisan nem képes megvédeni magát, nem képes kijönni az igazáért, csak fizikálisan. Nagyon nagy gyöngöség. Nem uram, hanem meg akart támadni, mert vett elő a pökölt. Én meg ezt, hogy láttam. Én ugye feketöves voltam karatéba. Én már nem az? Mindenbe. Há, most már leadtam, most már nem. Szóval megfogtam, és nem meghalt. Elkábítottam. Eladta a lelkét. Ne szúrjon le engem. Lehet, hogy magát is leszúrta volna, ha most nem kábítom el. Nem akartam, hogy a nézésemmel elkábítani.
hanem ezért ilyen erőszakot kellett alkalmaznom. De jó. Ez ugye a saját megvédésem és a másokra való megvédése érdekében csináltam. Értem, el van a rendőrség, ilyen többet ne csinálj, valami van, itt álltunk őmmel, szó, igen, intézkedünk. Igen, itt nézték volna, ahogy engem megszurkálnak és elmennek. Igen? Yeah. Ezt állítja? Nem állítom, hanem mondom. A maszkát, Sobri József dandártábornok vagyok, jövő számú 84, igazolja magát. 1953. Itt van a városházám, tudsz papírt kérni magadnak. Éva. Kajak. Aha. De szerintem nekem ben van a kocsimból. Akkor vegye ki a kocsiból. De inkább vegye ki a városház, azt még inkább javaslom. Gyere már, elkísérlek, ne legyen. Én nem fogok már. Fogom a kezed, gyere. Dehogy ne. Még kellett ilyet bazni, meg megvéded magad. Istenem, bazni. Szóval. Biciket nem bántunk. Csak ha nem látja. Csak azért, mert megvédtem magam, igazolnom kell magát. Nem magám, engem kell igazolni, hanem önmagát. Önnek igazolja magam. Igazolom én, ha kell. Igazolja. Én vagyok az igazolandó KFT. Mindenki a KFT. Ő is, akit igazoltattam, az is KFT volt. Mama is KFT. Nagyon jó. Balra. Azt a kurva. Tényleg ez megváltozott. Mint a parlamentbe menni. Ott van a nyomtatvány iroda. Ja, hát ezt nem találtam volna meg. Ez egy kis értömbön. Van itt automata. Automata. A kártyáról is levonja hülye. Pozitív. Ha ez jó magának, akkor ezt fog mutatni. Jó, ki vegye le a maszkját. Jó, mutass a személyigazolvány. Hú, inkább húzz vissza, hát ezt nem akartam látni. Húzsoljál már. Név. Xavier Joe Taylor. Születési dátum. 2007-19. Magasság. Tökéletes. Jó van, kérem, legközelebb érte kövessel, mert annak következményei lesznek. Van kolléga mögöttünk. Oda is, oda is. Ilyen embereket ismersz tő. Igazából csak Félixet ismerem közülük. De mondom, ha, hát én, tudod, ez olyan dolog, hogy engem mindenki ismer, én meg senki. Én se ismerlek. Ó, ismerlek, csak letagadom. Ja, akkor most én ellapom az autó, és itt vagy, nem? Ja. Öljelettelek. Milyen szépen váltak elénk. Vagyunk többen, már három. Hol, hetedik ember, mikor jön? Most nyithatunk. Ja, már a hetedik ember, az be is áll, jó. Szavaz. Jó napot kívánok. Én elcsinálom a barátomat. Lehetek én is? Nem. Csak még bevezetek, nem? A barátommal lehetek. Aki maradt a gépjárműből, csillába megy. Ajajajajajajajajaj. Mit követett el? Hát, beszállt a gépjárműből. Úgy hallottam, az egy jó játszó. Hát, ez de azt mondták, visszavisznek a főpublikba. Őt, igen. Vagy kiszállok. Ez mi volt? Na, menjünk tovább. Hát, jó. Hello. Ne, mit csinál? Csodálj, mert babrálták a kocsit. Hát kicsit őrültek, de jó arcok. Ah, lehet, de a következő ilyen én mindig megy a csillagban. Hát majd mondom bocsánat, neki. Bocsánat uram, nem akarok szemtelen lenni, de neki ment az autó, mert mint a feletett hátra. Hozzá se értem az autóhoz, de gép, hogy kiszéltem. Belőre indultunk, nem átra. Hát... Na szép volt. Gyorsulási verseny. Hoppá. Na, nyugodtan. Nem látom. Igen. Hívjuk erősítést? Kettő. Aha. Hát szükség, itt vagyunk. Hí. Vissza az urat, amíg itt vagy civil, addig nem üldözünk. 0-0-40-10-20, pányászöltöző. Körülnél is méterek. Itt egy szolgált parancsnok, amennyiben látnak egy fehér T-20-at, fehér pulóveres személlyel igazoltat adják, illetve egy Dodge SRT, fekete-piros csíkkal, illetve egy
Mercedes. Mi volt az? Hát ilyen telepjáró. G-osztály. A G-osztály. G-s Merci volt. Ilyen G-osztály volt. Hát ez a nagyon szögletes, ez a G-osztály. Ennyit tudok. Én is. A fejem nehezebb írja a meleget. Hát akkor Red Bull, azt hírem, mert jövő hétre 40 fokot ígérnek. Itt állnak a főpublik, vagy a városházadék. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Viszlát. Nyugodt estét önöknek. Önöknek, önnek is. Viszlát. Viszlát. És mi az indok, ami miatt kell őket igazoltak? Nebesem. Gyorsulási verseny. Nálunk civil volt a gépjárművel, ezért nem foglalkozottam. Hát ez ilyen. Én Baetóba. A Dodge-ot engedélyezett igazoltatni, igaz? Izé. Ez esetben Adam 00359 igazoltatás alá vonjuk a Dodge típusú gépjárművet. Most azt hiszem Dodge 9953 üldözőbe vettük a fehér T20-at. Nyugati autópálya fele tart. Kocka mögött haladunk el. Vétei terem 0-0-1-ben, amennyiben szükséges erősítés, érkezünk a helyszínűvétel. 347, ugye? Jelenleg kód 4-es helyzet. 349. A 349, 1044. Jó zűdözés. Vétel, az üldözés halad északi irányba, a Vespucci Canaloknál. Elkanyarodunk jobbra a kikötőhöz, haladunk a nagy raktár fele. Lefordultunk a nagy raktárhoz. Van kollega túloldalon, akkor kérem zárják le. Ebben Bauban jön jegység, most vagy előttünk. Aztán előtt haladunk el. Nem igaz. De ezt nekem egy... Már de mehetnek. Épp balra, szerintem. Az autópálya. Igen. Yeah. Nagy raktár után a sportcsarnok alatti úton haladunk el. Bemegyünk a parkolójába. Ilyen a GPS, Adi, mi történik itt a kis... Tudom, azt követem. Adunk északi irányba, Jim mellett. Ilyen becsatlakozunk üdözésbe, Tauva. Balra elfordultunk... Csudameha fele. Elmegyünk a Csuhadameha előtt. Északi irányba. 10-22, elkanyarodunk ki jobbra. Viátrans előtt haladunk el. Északi irányba fordulunk újra, ismét az autópark előtt. Kiérkezek Lincolnba? Öcsi, mi csinál? Már beakadt a szememből. Mi volt? Ezt nem is láttam. Egyes banknál. Üldözés. Kanyarodik északi irányba, autópálya irányába. Lefordultunk az autópálya előtt nyugati irányba, az alagútba. 22 Arcadiusnál vagyunk, elkanyarodtunk déli irányba. Köszönöm, kéne. Haladunk az autópark irányába, a régi autópark irányába. Nyáron nézzük, valamelyik rokonról tudom, hogy az menő. Haladunk észak irányba, visszafordultunk.
Ja, aki követünk, néz ki. Nem, te nem azt tesznél, majd be akart csatlakozni, majd csak tróbelű vezet. Megfordulunk. Nyugati irányba. Egy Porsche Mercedes becsatlakozott a üldözésbe. Pozitív, azt mi lesz egyébként, intézzük. Ézé, köszönöm. Tudja, minden rendben volt? Keleti irányba. Déli irányba. Ebből a húnak a mindenjére adta a beszkennete. Négyen vagyunk rajta. Vétel, még egy egység fog érkezni. Kérdezni, hogy azon negatív, mindenki látja a csipogon. Megint vagyunk a megfogatkozóknak. Ez az a Kangoo benzin. Én is csak akarjának, mindig elfelejtem. Ó, pedig Károly nem jött be a mennyó, pedig be akartam eljárni. Éjszakra tartunk. Duronás kapitányság fele menni, az üldözés két irányba. Koronás kapitányságra éjszakra fordulunk. A őktől nyugatra. Te hallasz? Te hallak, de a rádióban nem. Nem is beszélek rádióban. Csak azt hittem, hogy megint rosszalkodik a rádió. De valaki nyomkodja. Én beszélek a rádióban. Nem hallasz a rádióban? Ott nem. Ha meg. Akkor bejár az ültet, és valaki egyen fel, vissza kell menni, se eldönél. Menjünk, menjünk. Hallott-e? Valaki rajta maradt még a... Igen. Megyünk itt a... Elbencink út, azon a utak felé. Hello. Nem olvasz, Tomó. Na, hallak most. A Kohó fele, a 99-es kapitányság mellett. Megyünk a gym irányába. Szembe fogok jönni. Vanilla Unicorn. Kicsába elfogódottak. De két egység ön megy mögöttő. Jó! Elcsit meg én lesz, hogy nyit. Éj, te ne dodd, csak dobozba jár. Mit csinál? Elég, elég, figyeljünk egymás. Imádkozom. Hiszem nem ezek a problémák vannak. Imádkozzak, ugyan, vagy ne? Nem. Jó. Észak irányban folytatódik az üldözés, mozgatjuk le a GM-ket. Dodge vegy át a lead-et. Jó, gyorsabb, mint a tau. Nem, elengedtem. Itt ott ram kiadott, csak összeszi rosszulni csapa. Elnézést, hogy nem rádiózom az előzést. Vissza, itt megy főpublik irányába. Jó.
egyenesen. Ó, ők olyan menjenek. Előtt balra vigyázzon el. Nem lehet ebben rádiózzal, mert ilyen egyenek. Küldhet egy Merci, illetve van még egy BF400-as, illetve egy Subaru is. Jó, ezért jöttek itt a jó barátok. Menjenek. Csendó a helyzetes új állapotáról, kérek tájékoztatást. Jól vagyok, köszönöm, megoldjuk. Nézzék, közöm. Ki az úton óvatosan? Hú, basszus, ba... Vétel, átülünk a Mercinek az üldözésére a kollégához. Idejbe eztünk. Tudom, a irányába jön még egy cső? Vagy mindenki maradt? Pozitív. Csak egy kicsit megszédültünk. Járunk, tudom, a helyelőt. Mit, ami leszettünk két gépjárművet, üldözik a egy Subarut, illetve még egy motor van valahol. Meg a Merci is elmennek, tehát Subarut még üldözik. Mert ott a hús egység egyben van? Jó napot, urak! Mi történt? Baj esetünk volt, menjen innen el, kérem. Köszönjük, mert ma adunk tovább egy kicsi őzédűt. Hát újjeljük, hívtam betűt. A reptéren vagyunk az autópályákon, a nagy reptéren. A nagy doktor felé, 12 a stadion felé megyünk. Négyes érkezünk, Dodge-an. Ja, ide nem jelentek. Renától leválunk rólatok, megyünk vissza Scotthoz. Robó, jó vagy? Merre vagy Scott? Haladunk, stadion alatt haladunk a T20-szal, fel fogunk jönni a stadion előtti kis úton. Robó! Ökkel szembe jön. Tomo! Éles van nála. Új a fazol a csodamájának a száma. Itt az autóban még van egy ember, ne fusson mindenki utána. Hívd a mentőt! Tomo! Mi van veled? Zuhaj már meg! Aggódom! Hova megyek megvizsgálok? Oh. Megyek Scott a másik irányba. Megkezdjük még egy gépjárművel. Hozza meg! Húzom, elva hájúva! Úristen! Értettem át, hogy biztos is magány ömli belőle a vér. Hova a mentő? Mentő! Közeledik BF400-as. Nem próbálom ki, mert óvatosan a kocsiból, ahogy van baj legyen. Sőt, hogy itt rosszani a motoros majd fejet most a arénához. Ó, oh, kivette a kocsiból. Ó. Jöhet, homokám, elfoglalk, ilyen hozzak a kocsi elé. Elfúrt tovább, úgyhogy leterítettem. Engedj egy kerek lábon lőni élessel. Én túl. Nyugodtan, lőj lábon, nyugodtan, engedélyezem. Mit a T20-at elkaptuk? Szépen ráestünk egy csomó NPC-re. Mit a kollégák, a T20-at sikerült elkapni? Pozitív. T20, igen, pozitív, de aki ben volt a gépjárművel, az olyan szépen továbbhajtott, hogy az öröm volt nézni. Egy BF400 megy. Ó, nagyon magas a búzus, még a nem csoda ilyen baj esett után, amikor álljúta vagy. Hova már a kúva mentő? Vannak a mentősök. Tehát akkor a T20 az autó fizikailag nincsen ott önöknél, ugye? Pozitív. Ennyi volt a kérdésünk, mert kétszer elmentünk mellette. Csak azt mondták, hogy elkapták. Sajdon óvatosan itt a BF-ba, velem szemben. Szerintem Józsaga egy baj. Ezekkel. Nem tudom, kik voltak. Itt a BF-es. Kérek figyelmeztetőre, ha közelebb jön. Van itt, tehát mellettem.
jöjjön, rostagni jöjjön. Hé, neki jó a zony. Ő de ronda fel van. Tó, nem menj a félfej, nem tóval mentünk. Mi vezetünk a kóháztó. Nem vagyunk messze a kóháztó. Elpróbáljuk bevinni. Jaj, vagy? Itt elém voltam figyelmeztető. Hol van, lábaj, Tomó? Ami bőd a vég. BMW-st vagy valamelyik kollégát, aki itt a közelünkbe az autóval jöjjön ide. Akkor baj, hogy ez tűnt, mint a állat. Én meg volt az őt, de te megfejelted a kómány dúvázéitem. Nagyon csúnyán néző ki. Én beváltam picit a buksimat. Elmájultam. Ott a kóhelyén vagy, baj. Mentő megjön ilyen. Nem, ott a mentő. Mentő! Merre vagy, Lajos? Mentő! Mentő! Jövök. Ja, nem összes nyújt a rohadtát. Próbáltam szépen lerakni. Itt a mentő, Tomó, éjjel túl, ne menj a fény felé! Én minden fénye. Jön mentős úr, hatalmas a poetesztője, a kollégám nagyon rosszul van. Ő álljult be, vérzik meg dolgok. Értem, mi történt? Mindjárt jövök. Pozitív, oda megyünk. Gyere, üdj be a BMW-be és oda viszünk. BF 400-as figyel meg minket. Mindjárt jön, akkor ezt szedjük. Tannunk jön, és oda már előtt haladunk el. Ezek. 9. Szerintem lehagytuk. Látom. Jó, túl fog élni a kuége. Remélem. Ha lehet is, mi történt maguk? Üldöztünk egy gósztövőt, és ahogy jöttünk, egy elhajó biciklére rámentek. Ezért ő nagyú, hogy akkor hát repültünk, mint ide 600-a. Mit itt ezen 0040-es, 1019-es. Ja, biciklés dobbantós. Fézz ezt a szín. Ki a faszom? Hey, Marteros lapán. Hány éves a kolléga? Agyilag, őt. Nagy gyártársat keres. Tényleg? Poénkodni kell? Itt fekszik vérbe a munkatár? Aki ez olyan éves? Hát igen. Nem tudom. Köszönöm, valami korrekt információt átadhat. Ó, nagyon szépen köszönöm, kedves mentős úr. 33 éves. Hát most komolyan. Ekkora sok után maga itt kioktat, nagyon szépen köszönöm. Vétel Renátor, ezt pedig voltan elfoglalt rá, hogy magunkat kialatási idő. Szed valami gyógyszert, tud róla? Nem tudok róla, hogy szedne gyógyszert. Ja, menni rá egy lapját. Éfa, Tomo Clarice, ezért ő nagy. Nincs gyógyszer allergiája a legjobb tudomásom szerint. Vérem szerint elég tettsége milyen.
Jó. Jé, ott volt egy pseudonó vagy, de nem is tudtam. Hele? Magánál van az úr, jó napot! Ja, mondjuk. Jó, hát... Túl orient. Te hallanak a rádió? Pozitív? Rendben, köszönöm. Renátó, az illető, akit beszállítottunk, átveszik a csillagbörtönbe, elég masszív rendőri tekintély megsértése miatt, illetve rendőri utasítás megtagadása miatt. A T-20-as úrról van szó? Feltételezem, valószínűleg fehér nadrág, illetve fekete felső és vörös a sarja. Igazolta magát? 10-9-et. Igazolta magát? És megsérült? Negatív változat átvizsgálásba is nehezen akart belemenni, konkrétan forgolózott. Jó, a T-20 sofőjét, aki előző vezette, azt igazoltattuk, beszkeleltem a személyigazolványát, el fogom küldeni mindjárt azonnal. Tűzés. Ja, tőlemet kérök szépen. Oké. Maga is megsérült? Igen, a fejön mögsérült, egy pillanat türelmet kérök szépen. Oké, és addig betalom a urat kocsiba. Ezek, akik még igazoltattunk, rajta fehér pulóver volt, és Seville Joe Taylor a növő. Valószínűleg őt láttuk elmenni a T-20-as gépjárműbe. Itt az a fejét ütöttem? Igen, a fölmet beütött egy kicsit a ablakba. Maga volt a sofőr? Tösség? Maga volt a sofőr? Nem, én voltam a utas. Itt értek az egyes rátióra, hogyha kiérkeztek a rablás, akkor kérem jelezzék, hogy milyen gyermekek vannak itt, és akkor jövünk. Oké, okay. Szédelés hány inger, hányás volt esetleg? Nem semmi. Semmi. Á, Isten, szerencsés voltam, hogy mindig őzé ő nagyó. Itt elnézést, lehet a talaj rádió? Pozitív. Hát a 003-59-10-44-1 hát, pankra lesz. Zúzódás nyomait. Jó, ezt kicsit bekenem, és akkor letapaszt. Ó, szépen köszönöm. Végtelen a helyszínen azok a gépjárművek vannak, amik folyamatosan próbáltak bekeríteni minket. Van egy BF-400-as és két. Más panaszom van esett. Nincs. Nem Tesla, hanem... Ó, szépen köszönöm. Jön is a kórházba? Nem, a bankrablással folyamatban meg kell egyszer jöjjön el, értem. Kollégáim, mert majd elmény. Nagyon szépen köszönöm, doktor. Oké. Önézést, szabad egyszerűen tudna gyorsan ugrani, értem az ékszer bóthoz. Itt 10-40 eztünk, és megkapta az önlátásomat. Visszatér egy sérsőves kórházba, egy sérült el. Kérlek szépen az előző rádiózásai visszajövőzést. Mit jött Renátó,
Most jöttél a teljes egységekbe, követően el tudunk önért menni, hogy nem tudom, hogy kiért kell elmenni. Ezért köszönöm, a ékszebótnál vagyok. Tényleg kis türelmet. Ezért köszönöm szépen. Péter, megyünk, közelebb vagyunk. Te mikor várhatjuk az egységeket az egyes bankhoz? Tehát ennél lesz, hogy egyedül vagyok egyelőre, addig nem szív nagyon mennünk ki az egyes bankra. Mi a fasz? Péter, itt Lenny Lemsz 6 nagy, az én egységemben 3-an vagyunk. Átadok egy kollégát az egyes banknál, mikor kiérkezünk. 14, mindjárt ott vagyok. Mert azóta ezt tudom zárni. Igen, ezt a tőlövést adok. Vétel, trenátom, milyen járműre van szükség ez a kollégák. Vétel, van egy BF-400-as, egy... Őröző tomóba ráhajtott egy bringára, azt őröpültünk, vagy megdobta a gépen. Mondod, hogy bicikli? Igen, abban a pillanatban mondta, tomó már elment. Két BF-en. És éppen néztem a... Vagy ilyenkor, megint csak azt láttam, őröpül. Kikre bolnánk? Akik szórakoztak velünk az előbb. Azok. Ki más? Péter, itt Adam 99-101-10-20. Forzajon kúdó, érdeklődnénk, hogy a Roma egységbe tartanak igényt. Vétel... Szerintem negatív. Igen, azt tettő? Egyszer folyam meg a... vezérkar, hogyha úgy gondolja, hogy szükség van rá. Méter, ez a 00-40-10-45 égszer, felvezzük a kollégát, mert az követően 10-44. Na, felvettük. Fölvettek a kollégák már, köszönöm. Pedig rádióztam is, geci. Igen. Istenem. Hánem, sok lesz ez a napnál már most. Méter, Adam, Mulholham, 9-10-44, bankrablás, vinte végén. Elkaptad a palit. Hát a stadionnál. Minden további nél. Hát ez eltűnt. Én hallottam a hangot. Előttem, ennyi. Nem gondoltam, eltűnt. Olyan ezzel el. Olyan ijesztő, hogy elfogítja a fejemben, elmenökül. Ott volt. Nem van ott. Ott van? Ez a vartam, bazd meg. Jó vagy, ba meg. Hát tudod, rá gondolok. De fogja, ha... Vétel. Sierra 99, két bocsiga, kollega 10-40, ezért mentőt kell hozzájutnom végig. Nagyon jó. Eljetett ez a mai nap. Ki se jutunk a... Esküszöm, kérni fogok engedni, geci, visszaszaladok. Bazd meg autóért, egyedül leszek Lincolnba, bazd meg, havára tovább élek, bazd meg. Hát most is meddig elvittem az üldözést, elkapásig egyedül, meg kiszálltál. Jó van már, milyen jó vagy a... Milyen jó vagy. Nagyon. Jó, ha kibaszott biztonsági övedet majd átnézed, és akkor meg meglátjuk. Faszom a biztonsági övedbe. Mi a biztonsági övve? Kidőttem az autónak, az ajtajának, hogy majd én megnézem jobban az autónak a rendszámát, azt kiestem, bazd meg. Az a kúva. Faszom. Hát... Még szerencse, hogy tudok esni, és pörögtem, mint a búgócsiga. Na, utána ilyen judót, vagy mi az istönt? Nem, hát magam elé szorítottam a kezemet, és akkor úgy jobban pörgött. Éva. Fejemet védtem, azt csá. Nagyon profi. Judó is ösztönítje. Jó van akkor. Keresem akcióparancsnokot. Péter, nincsen még akcióparancsnok. Jó, hát ti oda milyen három képen, mikor ez az odom csak egyjá? Az meg a másik. Akkor ön legyen a... Péter, valaki szeretné... Tehát, ezért, akcióparancsnok, Sobri. Ez egy... Várom az akcióparancsnok szörepkült. Csak kértem, nem vár, nem izértem, uram. Jó van. Nem már... Mindegy. Be voltam a lehentőjedbe, mert faszim, hogy van. Jó van.
pakoljon le, jelzőkészen készen áll a beindulásra. Figyelj már, Dandár! Figyelj már! Kérdés, miért kell lepakolni? Nem, hogy az legyen, hogy lefegyverzik, elveszik tőle. De hogy egy lőfögyvörzik bőnt, azt elveszik a fögyvörét. De nem merdik el. Az tök mindegy, de miért megy be fegyvertelenül a kollega? Itt olyan jó csinálni emberrel szemből. Hát mondjuk amit bemegyünk, akkor őt elő tudja kapni. Mondjuk igen, például. Ne, azt hittem össze mennek. Most meg itt leszünk kárban, nagyon jó. De most komoly? Ja, jó. Azt hittem kettő egység jött, tehát akkor most mentem volna haza. Jaj, bazzeg. Gusztál, jó, készül már? Szép pörös, induljon be, kísérjön be valaki. Maga tárgyal, észreütlen javaslatot nem fogadjon, ez az egy kérésöm van. 14-es, gondoltam. Jö. Szegyőben van. Területre beható gépjármű ellen jelző lövés leadható, kérem rádióz ebbe a mögtöszik, engedélyt nem kell rá kérni, csak hogy megtűnténik. Vétörik túszt egy olyai kis rádiócsendet kérhetnék, mert nem hallok ide bent semmit, köszönöm. Négy. Szia Fanni drága, hello, hello, hello. Az kadőr, az, Shadow a egy királya. Hogy van? Jó vagyok, közöm szépen. Túszt egyel, 5 darab túszt van a bankban, elkezdem a tárgyalást. Bizony. Jó, hallottam, hogy azt mondta, hogy egy. 5. Ötöt értettem. Olyan halka rádiózik. Emelj picit a hangjelőt akkor, amikor üböszi. Nekem a pont jó. Védett Walker, csinálni az akcióparancsnokat. Jelen. Tehát érdeklődtünk múltkor, hogy nem kaptunk rá egyértelmű választ, hogy milyen gépjárművel érkezzünk ki. Rákérdeztünk, hogy kell-e Romeo, de azt mondták, hogy nem, akkor mivel érkezzünk ki helyette? Spolgépjármű... Ne, motorra jöjjenek ki, kérem szépen, törepgépjármű, terep motorra. Ugye messze te ment ki. BF400-at. Vétel itt túlsztárgyalok, keresem akcióparancsokat. Vételön. Első követelés úgy hangzik, hogy bangol kijövett baloldalt, a szögest és az útakat egy szedjük fel két túlszert. Egy túszt előre fogok küldeni jobb oldalra. Nézd, egy kollégák kezdjék meg a fűszedést, amit az első túsz kijött. Az első túsz. Egyet rától, aki még nem tettem, hogy csatlakozzon fel a csipogon. Jimmy legállal, akkor megkezdődött. Úgyis visszahogyam a jelzte, hogy Jimmy legáll, Jimmy legáll. Már pénzjuk, se ferje. Mi ez? Hol van a vőzékolnak a két nemes darabja? Vétel itt túlszárgyaló. Szóljanak, ha küldhetem a következő túszt. Szűnyes akadály, barikát főszedve, jöhet a túsz. Rendben van. Megy a túsz. Vételi túszt egyelőtt, keresem akcióparancsokat. Vételő.
következő követelés úgy hangzik, hogy két túszert bangol kijövet baloldalról, a gépjárműbe kelljenek át jobb oldalra, elfogadtam egyet, örörre fogok küldeni jobbra. Ez egy. Ha Daniel a csúcsúval negy egy figyelmeztető levél sok leadni, mert egy kamacsos sikátorban megfigyel minket. Ez egy. Éppen őket kiemeljenek át a másik oldalra. Kint kiment a túsz már. Réterit, Sierra 104-es kötelék, 14-es. Ment a rendőegység. Vétel a hídon megfigyel minket egy fekete alapon piros gyöngyházzal ellátott AMG Mercére. Kérem, jöjjenek vissza, ne menjenek egyedül oda. Itt vagyunk. A másik egység hova ment? Na jó, mindegy, leszállom. Tudnak rádiózni. Vétel, követhetem a következő túszt? Mindegy, átálltunk. Megy a túsz? Egy fennállta a túlszokat átvizsgáló kollégáknak legközelebb a maszkot, azt kérjük le majd róluk. Vettem. Figyelmeztető volt. Négy. Cseló, meg kell akció után a Cyberbarba menjen be elbeszélgetni, mert úgy láttam Cyberbaró gépjárművek voltak. Pozitív. Örömmel, uram. Köszönöm szépen. Vétel itt a ciánkék ruhás uraktól. Külön-külön kérdezzük már meg, hogy kapták el őket, jó? Köszönöm szépen. Kíváncsi se furdalja az oldalamat. Mondom az üldözési sorrendet. Bentley-re menjenek az Audik, a Subaru-ra menjen a BMW, illetve a terepmotorok üldözzék a terepmotorokat. Kérek egy visszajelzést. Teltem 0040, értettük. Audival megyünk a Bentley-re. Én köszönöm. BMW fogja tudni tartani a Subaru-t? Biztos. Szerintem nem. 14. Van két Dodge-unk is, mi? Akkor a két Dodge is a Subaru-ra megy. Köszönöm szépen. Audi, Bentley, Subaru-ra, a BMW és a két Dodge, terepmotorok a terepmotorra. Pont. 19-et kérök. 10-22. Köszönöm. Vételi túlszárgyaló, keresem akcióparancsnokat. Vételön. Vétel, következő követelés úgy hangzik, hogy egy túlszért megvárjuk a barátjukat, aki elfoglalt, és utána három Duda szirénára induljunk el. Hány ember van benne? Egy túlsz van bent, és öt az állás a ellenfél csapatának. Tízzel közönjük. Illetve a túlsz ide bent átnézném addig. De az éppen közön, csinálja. Hallgatok, 10-8-5 egészséget.
Jövőt egészséget kérem, egy BF401-es bankot próbálj meg kérni minél gyorsabban. 10-4, ezt a nagyjából 3 perc. Majd már félbe ott. Rohanok vissza a kapitányságra a motorért. Vétel a 20-10-26-os volt, várom a jelet, hogy mikor indulhatunk. Amit befejezte a gondolkodást, akit jövözött. Vétel már itt van. Akkor indulhatunk. Hogy van, Fötőzsöböszte ismét rádión, túléltem. Vétel itt van, az az úr, aki vezette a T-20-at a baleset után. Ők Lincolnban van? Hova? Cilés. Jóha, nem lesz ünnőzök? Kit érdekel, majd kilőjük a kerekét, azt majd megáll. Ennyi. Jó, a Shadow csak keménye. Övet, kössétek be. Hát a... Scott. Tűztárgyaló gépjárműbe. Arcon csaplak. Tűztárgyaló indítson. Tűztárgyaló indítson. Rajtam múlt volna, uram, már ott lennénk előttük. Ennyinek csak, elkapjuk őket, bízok az állományba most valamiért. Indíthatja. Merész ember, uram. Indulás. Menjen a BMW, szóval majd becsatlakozik. Motoros, vigyelje oda! Ezt kéne gyakorolni, nagyon szállalmas az indulás. Igen. Vétel. Jó, igen. Már. Ez gyors volt. Ebbe bízott, uram. Most el mit mondja? Én tudom, de nem lehet. De bennem ne bízzon, uram. Ahhoz én túl szókimondó vagyok, hogy bennem bízzon. Egyenesen, jó. Egyenesen. Jobb. Igen, igen. Nem, sőt a BMW, remélem még látja a BMW. Én is bízom benne. Nagyon jó. Próbálom behozni. Keresem a Subaru-t üldöző BMW-s egységet. A Subaru a publik irányába halad. Köszönöm. Volt előtörténete, Redby. Megyünk maga mögött. Az egy... bejött egy elég... egy egység közé... Mi a bejöntés? Egy Lamborghini? Tehát ők is sem. Nem, menjünk utána. Az én is. De ez velük van, fehér neon ott van. Igen. Szerintem. Egy, hogyha rámegy a kollégákra, én kilövöm a kerekét a gecibe. 359-es, egy piros kamacsot. Én várjunk a lövésre, kolléga. Kiek a jelentést, hol folytatódik üldözés. Nemzeti Bank irányába haladunk. Azt tudom. Már soha nem fog... Balra mentés jobbra. Remélem összementek. Összehát? Mi a fasz? Osztó mindegy! Jó, ne álljunk meg! Menjél tovább! Nem tudjuk miért volt, itt csak balfasz volt. Annyi, menjél tovább. Balra ment tudni a csinálni. Ott egy izé, ott egy kamacsó, mi van? Majd most kivezeti, hol, melyik léde? Nekünk az előső autó kell, egyenesen megyünk tovább. Nagyon jó. Jó, állítsuk le akkor a izét. Azt ott, menjünk oda segíteni? Mit keres itt a picsába? Menj oda! Piros kamacsút igazolta, tudom, beszállt a üdözésbe. Legyen szíves félreállni és leállítani a gépjárművet. 99-102, és te be tudunk szállni valahol az üdözésbe. Mi? Mikor? Ez is lehet, hogy 3. Volt. Mi még egyese? Az alagútba is neki mentek egy rendőrautóval. Nem mentünk egymáshoz, hogy félrehúzottunk és elmentek mellettünk. Voltatok még valahogy üdözés? És minek számít? Vétel negatív. Hát már segíteni akarom maguknak, hogy elkapják a bizonyos. Akció után gyűlökező a 0-0. Milyen jó lelkűek ennek. Elkaptuk volna. Maradsorom akkor az jelentségben egyből megyek. De hogy kapták volna? Jó, mögkéjük, hogy szálljanak ki a gépjárműből. Oké. Üdözés folytatódik, piros kamacsú ellen, Shadow! Faszom bele. Beszéljünk nekik! Azt ezt csinálják, kinevetnek minket, kollega. Jó, el fogjuk kapni őket. Vagy nem. Beszéljünk nekik. Felmegy terepre, annyival. Mit
Te merre tartasz gamacsós üldözésre? Pretiban. Beszéljünk neki még. Mondjuk neki, hogy szállják el egy szíves. Adjunk neki virágot is. 0-0 felé. A kollega azt mondta, két emberünket is kilökte. Hát akkor bazd meg, akkor csapjunk már az asztalra. Jó van. Ne kéregessünk. Gamacsóra lő parancs a kerékre. Van terep gépjárművünk, jó? Sierra. BFD cezakkal. Itt mellettünk. Éjszakra megyünk a nyugati autópálya mellett. Helyek be fő. Mit csinál motoros? Istenem. Milyen motoros? Itt a mi motorosunk, nem látta, hogy ment át az autók előtt. Majdnem a mi egységünkkel ütközött. Nézzünk már egy előre menjünk, útvonalat. Menjünk arra. Ebből arra, arra. Az útvonalon. Én is azt akarom, hogy menjünk. Tudják, akkor folyamatos rádió forgalmat, hogy merre tartanak, és akkor... Fűzfal feletti úton haladunk. Kiveszi a szöges tolag? Egyel sem mentek tovább, kiest. Megysem. Menjék egy szöges. Igen, az úton. Jó, csinálja, de addig előre. Nem volna hozva? Nincsen szöges a kocsiba. Itt a merci. Megyünk párhuzamosan, azért egység. Ááááá, baszd meg! Nagyon jó nap! De azért a publikban le kell állni, beszélgetni és hagyni, hogy ők csicskát csináljanak belőle. Ez a szükséges. Nem ez a szükséges. Shadow. Nem, uram, nem. Ott én kértem, hogy bilincset az úrra, mindenki át, mint Rozi a moziba. Semmi. Pontosan. Így van, egység hosszú reagált, így egyébként hosszú távon megvan ezzel a cél. De olyan szintje, hogy nem akarom őket majd megszopatni. Hosszú távon. Napi nap szopatnak minket. Értem. Napi nap most szopatnak. Is. Hát most... Jó. Nincs igazam, uram? Hát most éppen igen. De nem tudom ki. Ja, hogy most éppen. Á, értem. Ők ülnek ott, nem velük beszélgettünk. Kérdezni, merre tartok a macsúrt? Vagy nem tudom. Itt nincs üzenős kontaktunk vele. 14-es. Vétel a piros AMG, mert szeretűz parancs aktív? Negatív. Blokkol minket. Haló. Nagyon szíves félreállni? Volt, nem látjuk a kamacsót? Negatív. Engedélyt kérek Pitmanővel. Dandártábornok, illetve vezérőrnagy, engedélyt kérek befogni a pofámat. Engedélyből adva. Köszönöm. És nem adom meg, mondjad. Odaadja a gólya. Ne tartsa bőse, Edo, viccőtöm. Inkább itt jöjjön most ki. Viszont az a Merti nem fog lerázni, nem jön más. Ez a úton nem hiszem. Na mondjuk hárman ülünk benne, de szerintem... Nem olyan mondjuk hasonló vagyunk. Jelens egység, hogyha viszont tudják kergetni a városba, akkor megpróbálunk elé kerülni szöges dobni elé. Már azt csináljuk. Haladás farm mellett haladunk el. De miért? Hogy lassul le ennyire a másik döncs? A lédet vezető döncs, hogyha bármit akar, akkor rádiózol előtte. Nem tudjuk, miért lassult le. Haló, sürgősségben látom, haló. Mikor szállt jól? Mit a lövést mi adtuk le? Óvatosabban én adtam le a lövéskerékre. Ez plató volt az ötfaj. Sirénákat, villogót kapcsoljuk, mert rohamot fog kapni, nem tudom. Most a feljebb megyünk egy útra keresni, megnézzük, hogy fentről lelőnek-e minket. Szálljanak ki a gépjárműből. Istenem. Szálljanak ki mindannyian. Kezeket fel. Ez vicc, ez tényleg vicc. Vittel a kaszinós előjárom gépjármű. Jó, maradjál már! Akkor meg viselkedjen és vegye vissza a hangneméből! Kórházba kell mennünk, mert balesetesztek, és...
Akkor azért követtek minket, hogy ma mindent érnek. Nézd rá, irány a csillag, vagy a 0-0-ot, majd ellátják őket. Menjen vissza a stílusból. Ja, nem is beszél. Engedélyt kérek a gépjárműnek az átkutatására. Engedély megadva. Amúgy azt mondják, hogy kórházas jöttek, akkor nem értem, hogy miért tapadtak ennyire a seggünkbe. Mindegy, engedje, vizsgálják át a gépjárművet. Meg lesz. Egy ember ül a gépjárművel nagy valószínűsége lesz, mi lehet nem. Nem értem a problémát. Van. Istenem, geci, követem őket, követem. Baleset lesz neked. Miért történt most ez az egész? Van nálam igazolás. Mit követünk el? Mit csináljunk? Jó, csomagtató, jó, kint a... Nem azért kérdeztem, csak nem akarom leszúrni magam. Nem szúrom, nem, most mondom, kellett a barátaimnak, ennyi. Hát, mi bántottam volna magukat? Úgy gyerekek, ezt kezdem mondani. A kocsi, az 16-as, kívül belül. Be. Nem csináltam semmit, mint nem. De nem, mert most mondom, sürgősségjelentés kell a barátaimnak, akkor legalább hívjanak ide nekik mentőt. Ott van a Nemzeti Banknál a lerobbant autójuk. Már hívtunk mentőt. De... mi autó robbant le a Nemzeti Banknál? Ott egy Lambó. Igen, egy pont Lambó. Akadályozta az üldözést az a Lambó. Én tudtam már nem. Tudtam már nem. Tudtam, hogy igen, mert ott mentem mert mögötte, mentek, úgyhogy mentek jó van. Mentek a Nemzeti Bankba pénzt felvenni. Aha, pörsz. Shadow? A Lambó, ami balesetezett a Nemzeti és akadályozta az üldözést, annak a sérültjeit viszik ezzel a Mercedes-szel. Kattintom a takuból, kiveszem a pisztolyt. Beütöttem a járműbe, kiütöttem az ajtót. Majd látom itt a külön mosomból hozzával a lőszeret. Ott a mi őzöm. Kiblakadt a számon. Megértem. Igen? Igen, én az elkövetőnél van lőszer, azt nem bírtam elvenni tőle, de ártalmatlanítva van, volt nála szorúvág, vágó eszköz, meg pisztoly is. Jó, figyelj rá, hogy... Rendben, figyelj rá, hogy majd el lesz tőle vévő. Parancs. Akkor kettő. Tehát ezeket beteszem, mert nem fér el. Másosabbnél találok két zacskó gyanús fehér port. Szóltosan. Nek nincs semmi közük hozzá, mert ilyen ez a PD, hagyjuk. Rendőrség, MPD, pont annak a Lambónak az sérültjeit szállították, akik akadályozták az üldözést többek között. Kiket? Kollégája mondta. Jó, nem baj, majd megbeszéljük. Elnézést, ki ez a... Volt az enyém. Van, akit elegem, még körbenézünk. Például az egyik hölgynél volt valami mag, meg strájtja, meg valamilyen víz, azt is lefoglaljam tőle? Mindenképp. Izzéj. Pozitív. Uram, az a pozitív, amit keres. Pozitív. Itt, itt van a kamacsó. Piros kamacsó érkezik. Meg irányból, uram. Felhajtott. Déli irányból. Elhajt. Menj. Kapjuk el a gecibe. Hát mit szarakodunk? Hány szó ússza meg? Lelövöm a gecibe! Hát látod, hogy visszafog... Faszomat, hát álljál meg! Látod, mondom én? Őnek is. Hogy őnek? Egyébként az előbb megkaptuk az engedélyt a lőparancsra a kamacsóra, szóval nem tudom, miért várunk. Miért, erre van kód nulla? Pihos kamacsó. Le lehet fokarolva a mellett. Gumi kilőve. Csak gumira, kollégák. Gumira. Üdvözlöm. Én most jobban nem tudok lejönni. Itt tart a autópályán a töltetés. Ja, fasz. Hova megy már kerék, három kerék nélkül? Látod. Úgy ki, akkor másik. Honnan lőnek elfele hajtanak? Mindegyik ki van, már csak ez elő, jobb első van. Viter, négy lyukas kerékkel mennek a terepre. De melyik oldalra? Hogy a gát felé, a keleti autópályára. Fekete RG megy annak irányába. Megkiabáljunk már vele, de nincs is. Szerencsék, vissza vagy a pánikomra.
két fő fekszik. A pánikomnál? Piros eszáll. 11. Elkövető. Ketten ültek benne, Scott? Igen. Az jelensőség elfoglalta a pozícióját a nyugati oldalt a domboknál. Biztosítjuk a területet. Várjuk a helyszínt. Na, jó, utána jöket tényleg minket is kérjük. Egy 9-es kollégát megkérem, hogy zárja le a helyszínt. Másik leszárás. Ilyen fokadmin ügyet jelent, ez biztos, meg lassan gurult. Hát. Adminnak, ez a bajon. Nem száguldozott. És ott mindenki? Így jó vagyunk jelenleg. Sérültek vannak a helyszínen, területet lezártuk, gépkocsi átvizsgálása megindul, elég sok egység van jelen. Akiket elfogtunk, a piros mercibe, őket minél vigyék be a 00-ra kihallgatásra. Értesítem a menet. Itt a széles egység, ahol elkaptuk azt az első mercedes-es elkövetőket, ott állt még egy piros mercedes. Úgyhogy vigyázzunk, még ott van valaki. El kell az ékegységet melyen visszaerősíteni a mercedes-es elfogóhoz, hogyha még ott vannak. Péter uram, az a terület már 10-26-os, nem közelítjük meg. Rendben, szuper, köszönöm. Az meg azt hittem a mentésre, hogy izé. Én is, majd ráültem. Pioska macsú. Ja. Vét, vezérkari tagot keresek, rádión. Az te vagy. Mételem. Úgy beszartam a mentősöktől. Te is? Ó, ezt mondtuk, hogy már nem rálőttük a pionka vagy csak. Hát egyből rárántottam. Én is. Nem értettem a végét. Kérnék pedig egy vezérkari tagot a kapitányságra. Köszönöm. Ott viszont ilyen? Gépjármű át meg dél irányba. Itt a kis bejárónál. Meg Dandára fedezem. Nem látom, mert mondom őszintén. A kerekét szerintem én az égben látom. Az autópályának a keleti erdős oldala 1026, feltehetőleg a pirosok visszahúztak. Szép estét kívánok! Edem 9962, megfigyük a autópályától nyugatra lévő. Hát ez most állt ide, nem? Nem tudom. Most láttam, hogy így jutta vagy. Léted itt a rostogni az ember kérdésem, hogy esetleg mentőt hívtunk-e a kapitányságra. Pozitív, értesítettem már. És mit jár? Itt a CRS egység, 10-22-es. Leesett a gázpedál. Szóval, megint fussunk vissza. Én kurva nem húztam föl lövedékállomat. Erbi, nem, figyelj, volt ma már akciójuk, egy drifteltek, én a Hotyák autópályán kiadtam ilyen a piros kamacsúra, de csak a piros kamacsúra a lőparancsot, kerékre. Vétel rádión, keresem Tomó Felicien, vezérőr nagyon. Vétel, fel tudna jönni a kihallgatókhoz? Kiklik az ajtó elé. Vétel, vontvás lentel az ajtó előtt. Vétel kollégák, aki a kamacsónál itt van a helyszínen, valamelyik kollégán szorul-e ellátásra? Mentősre gondolok.
Én igen. Én szorulok sem. Na, jó estét. Jó estét kívánok. Esetleg, hogyha rám tudom nézni, azt megköszönni. Ja, Tandának is kell? Jó, bába volt, meghúztam. 14-es, köszönöm mindenkor, hogy itt van a mentő. Igen. Menjünk egy kicsit odébb, hogy ne zavarjuk a többé. Ebbe. Jó, meghalt. Szegélyre, akkor üljünk le szépen. Már is előlök egy pillanat türelmet, nem veszem a vadágomat. Hol húzta meg? Jó bába, bokkámnál. Bokkáját, rosszul lépett talán? Hát, mindjárt mondom, hogy pillanat türelmet. Ja, kizártam a kocsiból, amikor faltuk, hogy a kavacsó tártamat, hogy tudjam, hogy nem meneküljön-e, meglöktek, és akkor egy kicsit meghúztam a bokámat. Jó rendben látom. Jó, mindjárt itt kiveszek a táskából egy kis jégzselét. Vétel kollégák, a csillag előtt egy piros gép. Motoros BF-400-zal halad önök felé, ahol az első baleset erre. Volt az AMG Mercivel azon az oldalt. Kenőcs, segít a porcokat újjáépíteni. Helyre rakni. Egy első szigaretség vette, nézzük a nyugati tombokat. Szépen rátekerek egy szorosabb kötszert, szóljon, ha túl szoros. Tökéletes. Rá is tekertem. Ez segít egy kicsit stabilizálni a bokáját, Shadow. Nagyon mozogjon. Jó, rendben. Ő csak dodgemeztek. Igaz? Még egyszer. Akkancs volt magán? Igen. Jó, akkor azt is egy kicsit szorosabban húzza meg, hogy tényleg stabilan tartsa a bokáját. Már meghúzom. Ötözök. Akkor csak egy elkövető van. Épségben. Csiri bácsi. Jó. És akkor próbálj meg pihentesni. A mai este ma már ne nagyon rohangáljon a bűnözőt. Ne rohangáljon fog. Elsánti kell. Köszönöm szépen. Nincs mit. Önök? De ki volt ez, aki végül ülőztem? Én rátérek, hogy a kamacsósokat kikapták el. További szép estét, tisztelt. További szép estét. Ez a kamacsó volt, ami rám. Elnézést, doktor úr, az a 0-0-as kapitánysága is várják önöket. Oda bönnök. Kapták el, vagy ki az, aki itt volt a negatív, mi csak segítettünk az AMG Merci elkapásába, kamacsóban nem volt közünk, uram. Vagyis a kettő. Akkor az az egység válasz jön, aki benne volt, nem az, aki nem volt benne. Legyünk szívesen. Vétel, Alfa 9953-as egység kapta el, Sobri, József, Scott, Kerlisztián, valamint Sheldon, Joel. Mondjuk HI már nincs nálunk, beviszi a legban. Menjenek csillagba. Kaptunk mi is lövést. Nem tudom, én átadnám valakinek, aki... Ó, oh, hogy műteni kéne. Van igen, igen, be kell vinni a kórházba előbb. Valaki esetleg egy kis kenőcsöt tud nekem adni, vagy rám tudom nézni. Önök vannak csak ketten? Meg igen. Nézni. Igen, András. Engem már láttam, köszönöm. Menjetek el, és akkor nem tudom, hogy megyetek el. Keresem a kollégát, aki átvizsgálta az úrruházatát, aki felső nélkül van és vezetett. Itt egy homzsavar fettőzsömeszter, én voltam, de minden lefoglalt tárgy, uram, a Dodge gépjárműjének a csomagtartójában van a legalább. 14-es, hát tudnám mondani, hogy mi volt benne, mert kihallgatás folyik. Pozitív, uram, volt nála egy... azt hiszem, egy Glock típusú pisztoly. Igen. Volt nála rengeteg lőszer, legalább vagy 69 mm-es. Valamilyen fehér por, amit nem tudtam bevizsgáltatni. Meg talán valamilyen, talán kannabisz származik, ilyen zöld téglalap. 14-es, köszönöm. Elnézést, plusz még egy kés is volt nála, egy rugós picska. És egy ibram. 14-es, köszönöm. Jó, de fel. Ezzel nem menjünk se, az Audi-val beviszi valaki? Mit? Ez hogy? Vétel piros színű kamacsot láttunk a mit, keleti autópályán haladni a kaszinó felé. Jó. Ki az Audi? Enyém. Ugye az nem jutott. Remélem. James 10-10 szemben szakadat. Jó pihenést, uram. Jó pihenést. Jó pihenést. Jó pihenést.
rajtuk. A lefoglalt tárgyak, ja, nem tőle vannak, hanem a intenzíves ugottól. Vegyük a csillagra, vagy hová? Meg kell műteni a kórházba, be kell. Kórház után csillag. Melyek önnel Renato egyedül van? Menjen. Ne, Nikolson-t várom. Nikolson, akkor miért kiszáll, hogyha beül, megnézem az ülés, nagyon szép ülés, kiszálltam. Nagyon maga is. Jó, köszönöm szépen. Csak mondom, hogy defekt. De ugye van? Nincs már. Na ne. Renato, van magánál pótkerék meg ömölő? Ki fogja átvizsgálni? Vagy kihallgatni? Maguk gondolom, mert mi kihallgatom most majd én. Kaptunk. Hát én leszeretném adni a szolgálatot. Kihallgatom én, kihallgatom. Jó van, de akkor Renato intézi. Ha maradjon Húzom. Maga itt, akkor megyek én Renatóval. Ja, mert lehagyasz, akkor ma... Ennyi. Nekem mindegy, csak valaki segít, kinek adja át az utcokat. Rakja be a Audiba. Nem. Renatónak. De amúgy igen. Istenem, bassz. Meg elment meditálni. Hát ez csodálatos. Igor Glatkov. Mitől kaptunk defektet? Kilőtték? Tudom, lehetséges. Melyik volna? Nyugi segíti, nyugi. Hagyjál már, zenbe vagyok. Nagyon zenbe vagy. Hallom. Nem szeretek lövöldözni, és most egy embert megsérítettem. Ne én sem. Ezekkel nem kell. Itt elhúgt ez. Na. De már az kettő. Nem hiszem el. Szép volt, szép volt. Ezért jön, hogy mi autószerelő lenne. Egy kell kettő, amit kettő lesz szar. Istenem. Nem megtolajtni. A kutubben fáj a lábam. Vételnék a 0038-1075 Paletói Kórház. Az elkövetőt oda visszük műtétre. Kicsi időjtségük van, ugye? Vétel negatív, nincs. Akkor akik itt voltak, egy egység állap kísérje őket be a Palettói Kórházba. Itt haladunk jelenleg a keleti autópályán, a Szendén keresztül fogunk menni Palettóba. Sobri. Igen, jövök, megnéztem a bokrót közelebbről. Értel Lincoln 00308, 1022, felmegyek az éjszaki autópályára, azon keresztül megyünk Palettóba. Szerintem én is csészizelni fogok, az így már a búsak. Ó, a mezőű nagyon. Itt hol kell? Itt ki van? Bebi, ezt most fejezd be, légy szíves. Nem tudom. Mikor azon 10-10, jó szaladtam neki. Motoros. Jobb jelenti. És azt mondta, lőjétek meg ki, és kerékre lőjétek. Ez pontosan idéz. Itt vagyunk, ahol volt a kamacsósnak az ellátása. Itt vagyunk a dombokon, nyugati oldalon. Mindenki 99-es? Vétel, itt Sheldon Jellal ezredes. Negatív, mindenki eljött a helyszínre. Ó, 14-es esetben akkor 10-19 a 0-0-ás kapott. Szemük, mint a sasé. Ők, mint a hókáj. Mindenkit 99-esre kell vinni? Én nem tudom. Én megyek veled leadni a szolgálatot. Menjünk kérdezzük ezzel. Kérdezzük akkor egy gépelművet. Vétel, Alfa 9953, 1019, 99-es kapitányság.
Köszi Redmi, drága barátom. Kihallgatóba. Itt Lincoln 00308, akkor érkezik biztosító egység Paletóba? Az szép volt. Péter, Tiara 229, az egyik kollégának le kell adni a szolgálatot, de hogyha megfelel, akkor egyedül megyek biztosítani a motorra. Nem soká is érkezök egy motorra. Már van motorom. A kollégák, jó pihen és nagyon szépen közölök mindent, kitartást. És lehet. Telenikon 00300-297 CMS. Egy CMS 229, akkor hova kell biztosítás? Hova van az a kollega? Vagy az az egység? Betói kóházba vitték az elkövetőt. Tehát rá, a pozitív csak közel vettem ki az adatot az autóból, azért nem válaszoltam. Paletói kórházban vagyunk. Nincs egy közöm. Tudj egységként. Gyereket 29, a 00-as kapitányságról indulok. 10 km vagyok, uram. De... VT-099-102-10-19-99-es kapitányság 10-10 céljában vége. Jó pihenést. Jó pihenést, uram. Jó pihenést. Vétel érdeklődnék, hogy lesz sorakozó, vagy járőr újraosztás? Jelenleg még elkövető van Palettóba, úgyhogy jelenleg én folytassák a járőrözést, hogyha azt az elkövetőt is őrizetbe vettük, utána lesz sohalkozó és járőrő uraosztás. Jó pihenést! A pihenést, illetve jelezném, hogy egyedül vagyok a gépjárműben. Jelenleg 10-10. Jó pihenést. Jó pihenést, uram. Éppen a kórházba lesz hívva orvos. 10-9-et kérök. 00-ra lesz hívva orvos. Pozitív. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Csak úgy valaki. Köszi, köszi, köszi. Szia, reggelt 29, 3 km a Paletói kórháztól. Védelem 99, 62, 10, 45, Paletói kórház. Aki egyszer egy 84 fél percben érkezek a kóházhoz. Vétel rádión keresem utolva keresi a vezérőrnagyot. Az meg szart jelöltem be.
Örült egészséget, kolléga. Örült egészséget, uram. Intézzük el ezt a bajkeverőt. Rendben van, üljük le. Ja, javarra, ezekre gondoltam. Örült egészséget, kollégák. Örült egészséget. Azaj, mennyi van szarú? Kicsi ketchupos lett a ruhája. Ajaj. Hosszú lenne, hosszú lenne. Jó. Néztem át. 10-4, esetleg rádiónak járt ezt a szőkövődet. Nem, ilyenkor nekünk nem. Péter uram, elméletileg a Lila kollégina intézte el a hölgy átkutatását. Elvileg találtunk nála a magvakat. Nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda. Elvileg be kellett volna vizsgáltatni. Ezen kívül tudtam, mert nem találtunk nála mást. Péter gyomkázászos 1027 a 00-es kapitányság előtt több piros gépjármű várakozott. Azt mit akarnak csinálni? Berakjuk őket is börtönbe, ha kell. Itt nem lehet palettóba elítélni őket? Nem nagyon, mert nem lehet. Nem működik az itteni lakat, a baj. Leszerelték, amikor a kapitányságot kiürítették. Nem tudjuk bezárni a gyors kötöző, mert nem elég vastag. Lakat meg szerintem nem van nálunk. Megbilincseljük kezét, lábát. 4 hónapra itt hagyjuk, aztán visszajövünk majd érte. Yeah. Ami behozta a kóházba, egyébként az egység hóban. Hát ott van, bent uram, várakozik. Jó van. Ne, bent van, ott van. Az ajtó mellett, csak az a baj, hogy be van csukva az ajtó, amelyet jöttem ki, nem lehet oda menni. Értem. Annyit nem értik ebbe az egészben, hogy miért nem lehetett ellátni a 00-áson vagy a csillagbörtönbe. Persze a mentős. Mert valószínűleg műtétkő neki. Műtő kell neki. Igen. Hát jó, de a csillagbörtönben is volt, amikor elvégeztek egy műtétet, mondjuk tüdőn lőtték és mégis elintézték. Pénzszükség esetén sürgősségére lehet, de a csillagbörtön nem alkalmas komoly műtét ellátására. Az csak egy gyengékedő. Hát begondolom, nem minden mentős ugyanolyan látott képességű, valamelyik ügyesebb, valamelyik nem, aztán... Így van, nem mindenki egy sasszem, mesbő. Na, Dattábor úr, a magyar magának is egy cigit. Egy mentős jelleg műtétet tart, arra várok, mert vegyük azt is ugyanembe, hogy nekik is rengeteg... Akkor szívné szállal. ...mindenhol ott menni, főleg, hogy... Szívjak le! Jó, a dobjál meg egyebben, elszokóba vagyok újra. Jó, van az uram, egyet elszívazza, meg nem lesz gáz. Viszont is adom, mert van még egy nálam. Ha valaki egyszer adott. Há, jó, köszönöm. Én köszönöm. Ne úgy nálam maradjon, mert szerintem az is úgy nálam maradt. Én már biztos, mert nem vettem soha helyettem öngyújtót az elmúlt 15 évből. Én mindig az elkövetőktől veszem-e. Megmondom, neki bevizsgálásra kell, aztán soha nem kapják vissza. Elmondjuk, nem rossz ötlet. Igen, 200-ig. A cégét is így szoktam, mindegyiktől elveszek egyet. Cserébe adok nekik mindig valami más, mondjuk egy csaripót, meg ilyeneket. Attól függ, mi van nálam, sok kereskedés van nálam. Rendesen bizniszelek az elkövetőkkel. Elveszek tőlük egy cigit, cserébe adok valami más nekik, vagy fordítva. Adok nekik egy cigit, azt elveszek tőlük mondjuk egy sört. Na, egész jó. De ez ugye tudod, teljesen illegális. Nehogy is illegális. Hát dehogy nem, ez kereskedelem, ami kimeri sok egyéb büntető jogállást, úgyhogy ne csinálja. Nem mondja már nekem ilyen fölhangó. Ja, hát erre mondtam-e. Ez csak most egy elképzelés. Hát poén volt. Ja, hogyha, jó poén. Hogyha megtettem volna, akkor... Akkor így tette volna meg. Értem. Így van, így tettem volna meg. De amúgy sosem csináltam ilyet. Helyes. Ahogy büszke vagyok magára. Na köszönöm uram, de akkor már elő is teljesztetne mondjuk, hogy nem főtősőmester legyek, hanem mondjuk valami, nem tudom, zászlós. Nem tudom, hogy megy itt náluk. Hát nem így. Jó ideje, ilyen rögben vagyok. Nem így. Jó, a baj elő ez léptető, amikor itt lesz az ideje. Tudja, mindenek elő az ideje, amikor itt van ideje. Ó, hát a kolléga ilyen mögülre. Beugrott a bokorba, uram, biztos valami dolga van. Beugrott a bokorba. Hát biztos dugik egyet. Látott egy egeret. Túlerőt cigit adtam neki. Ja. Nagyot bele szívott. Beszédő cögény. Ő is elfüstölte magát. Hát én ezt popszakolom. Ne mondjatok ilyeneket! Most értékelném, hogyha ide jönne vagy 4 piros gépjármű, hogy megvárják akkor a cimborájukat. De remélem, nem tudják, hogy itt van. Nagyon bízom benne. Hát remélem, hogy kifonyadnak teljesen paretó igazni. Szerintem azt hiszik, hogy a 0-0-ások vagy valahol ott ellátják. Azért várnak. Ha elgondolkodtad, aki hívok egy Romeo egységet, azt azzal bevisszük. Az 200 IQ amúgy,
Amúgy igen. Hogy a 0-0-ásról látják, az közben meg itt vagyunk a világ másik végén. Éva. Kollégák, ha indulunk a palettói kórházból, akkor jelezzék kérem, hogy 0-0 környéken látnak-e mi piros gépjárműveket. Mert mi értették, hogy arra gondolok, hogy majd szólni fog, hogy el fogunk indulni, és... biztos, most ugye. Jártam körben 0-0-át, elhagyták a környéket a piros gépjárművek, de egy-két perc is újra körbenézek. Még kint vagyunk, kérem szépen, akkor néha-néha nézzenek el arra, és ha indulunk, akkor jözzöm. Köszönöm szépen. Hogy a haverjukat keresik, akkor lehet csinálhatnánk olyat is, hogy akkor a csomagtartóba szállítjuk az elkövetőt, teszünk rá valamit, hogy ne tudjon beszélni, meg bocorogni, hogy nehogy leadja a drótot a haverjónak, azt megmondjuk, hogy nem ebbe a kocsiba van. A jó ötlet, ilyen problémám van vele. Ej, nem vagyunk bűnözők, kettő még a Genfi egyezmény minket köt. Hát igen, uram, csak hogyha például lehetne, akkor valami ilyesmit csinálni. Jó van, ha lehetne, akkor kocsi után húzná, kötni és úgy húzná be a 0-0-áig, nem? Jó, van, sejtettem. Mint a csoda csendőrségbe, a csendőrségbe. Jó van, indulunk. Hát nem tudom, abban kell lenni az elkövetőnök, hogyha bejut a járműbe. Indulásra készül állunk? Ja, így van. Jó van, várjunk meg. Kicsit. Indulunk. Hátulba hagytam a motoromat, rohanok. Arról elhűzök. Közép boti, követést. Keleti vagy nyugati jönnek? Nyugati. Nyugati. Kétálítom, egy rövid szituációs megedést kérhetem? Nézzük az elkövetőt, utána elgozdatom vezérő nagyú. Itt ráállt a motoros, kérne, hogy tartson egy kis fék távolságot. Köszönöm szépen, figyeljen oda. 11-es. Létrét rostagni jelezném, hogy piros gépjárművek most hagyták el a kapitányság előtti területet. Milyen irányba? Léte főfúlik irányába mentek. Léte, köszönöm. Hát, megöltöm a légosok. Itt rá érdeklődnek, hogy a bank az már fel lett oldva. Igen. Pozitív. Bocsánat, Boti, elhasson le arra, hogy csak... 101-es 1027. A városba érkező útig minden 1026-os. Köszönjük. Most adjuk el a nyugati autópályán a tetováló szalont. Álmas bombét halad el a konvoj.
Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, Redbit barátok. Mellel szeretet. Mételnék a 00308 konvoja, most tartunk a golfpálya alatt, tartunk tovább a 00 felé. Autó mentek jobbra, a sebessége. Piros motoros. Minden rádiózott. Izé, megerősítem. Szerintem siessünk a 00-ásra. Mi van? Vétel egy prostani lezáró vagy az utat egy dos típusú gépjárművel. Vétel lámaradok blokkolni, ha kell. Na, menj a szállítóegység, visszafordulok a motorosra. A beszállító egységbe érkeztem a 00-ra. Fé, eljök vissza. Szia Máté, talán hello, hello, Redbinek ugye köszönöm a szápot, és köszönöm a követés Bocihúnak, köszönöm, köszönöm. Rostani 10-10, további szolgatot mindenkinek. Jó pihenést. Métét Renato, az illető, akit elvittem a kórházba, ugye a kamacsóba tartózkodott, az az a kamacsó volt, amivel visszalőttek ránk. Négy. Nem pozitív. Ezt nem tudom megjegyezni. 14-es, milyen vádak vannak akkor felhozva ellene? Rendőri üldözés, akadályozása, rendőrerről menekülés, rendőrre lövés. Mert pénzbe kell. Illegális szerep, birtoklása. Illetőleg se jól. Ha? Igen. Kemény öt csúlim. Parancsolj. Tomó, gyere akkor. Ah. Jó volt, hogy te bom, még kell kell ilyen ügyék, hogy mutatványokat csinálnod, aztán megdöglened majdnem. Ahol mondtad, és olyan nem törted össze, autómat, folyan te hazudozó. Hát most törtem ezt, de hát most tehetek, hogy ott volt egy biciklez út. Nem, tehát szóval viccelődök. Na, a következő volt egy egyes bank rablás, ahol a fehér ruhások voltak ott, olyan, akiket üldöztünk is. Hát ők úgy lehagytak minket, mint a szal, viszont beállt az üldözésbe egy piros kamacsó. Mi azt kőbeálltuk. Őszólítottuk, álljanak félre, szálljanak ki, semmit nem csináltak, majd kitörtek. Ekkor Shadow Joel leadott egy lövést a kamacsóra, nem találta el. Mondtam, jó, ilyentől kezdve a kamacsó össze-vissza törte az autóinkat, kerékre ő parancs van. Aztán beszállt egy Mercedes és álltok. Ja igen, amikor üldöztük a fehéreket, képződ, egy fekete Lambo Gini beállt közénk, meg az üldözöttek közé, de olyan balfaszok voltak, hogy a Nemzeti Banknál baleseteztek, hát ott hagytuk őket, mert mondtuk, hát nem tudjuk, miért vannak ott. Majd amikor a kamacsót üdöztük, egy piros AMG Mercedes is beszállt ám az üldözésbe. Hát őket is ő kaptuk, aztán nekikből kérültem ki a kerekét, aztán amikor megálltak, kiszálltunk,
ma elütöttek, akkor ráütöm a kerekére, és akkor kiszedtük őket, mondják, hogy olyan, hogy kóházba siettek, aha, ófaszott a hegyen rohanisztak velünk, és akkor képződő, mondják, hogy hát baleseteztek a kollégáik a nőzőtén. Mondom, csak nem egy fekete Lamborghinivel, vagy mi az Isten, azt mondja, de. Mondom, akkor kúva, jó, akkor ti akadályoztatok az üldözés szintén. Na, hát ez jobb lett volna hamarabb is, hogy tisztel legyen. Hát most olyan káosz volt, örülök neki, hogy ennyire be tudtam tartani. Igen, mert tőlem kértek a kihallgatott személyek ilyet. Most volt egy állítás, volt egy ők állítása, én nem tudtam dülőre jutni. Mi mit kértök? Hát ők ugyanazt állították mindannyian, amit most te is mondtál, hogy mennek a kórházba. Igen, csak érdekes módon az a lambóval, ami akadályozta az üldözésünket. A lambóról nekem egy szó sem esett. Én berádióztam, az a baj, hogy rádiózok, senki nem fél a rádióra, olyan emberek vannak ott, akiknek épp, most éppen neked nem kell volna ott lenned, én már nem tudok mindig a rádióról figyelni, akkor 6000 szónak, és mindenre válaszolni. Figyelj, én azt szerint büntettem őket, amit tudtam, szóval én csak az ideges megadatásért kaptak, de óvadékkal mehettek. Szóval jó van. Kiéve a fekete hölgy, az nem. Fekete hölgy. Kórházba. Volt egy fekete hölgy, és elvileg a Mercibe. De az esztike meg abba a bukfenc az elment. Jóla. Ők voltak még a mernyóba. Nem gyűjtőkösömöst. Jó. Szóval a bukfenc egy 120 ezeresebb. Esztikének nem adtam semmit, mert nem volt nagyon legális. Valami magukkal, mert rejjel találtnál a lila kisasszony, de lila kisasszony vizsgálta át. Nem. Esztit, nem, elvileg hadnagy vizsgálta át, azt nem találtam meg. Lilla a fekete havi hölgyet vizsgálta át, annál voltak a valók. Ez is csavar. Hogy a kamacsos úrtól miért. Nem tudtam így? Fekete havi hölgyről. Na mindegy. Igen, az is van. Kicsi zárom működésünk. Ó. Bár... Igen. Yeah. Megmondom, hogy így intézkedek, így különel a dologgal, mert hogy vezérkart kértek ez ügyben. Úgyhogy semmiről nem tudok. És akkor ott kommunikálok ott a hölgyekkel. És most mondja Lila amúgy, hogy sérteget őket. És miért nem mondja? Mert akkor nem engedem el, akkor mehet a csillagba. Faszom. Azt mondja, nem kérdeztem. Mi a tököm, miért kérdeztem volna meg? Nem tudom, ebből már kell tökölteni, hogy mindenki nem beszél, bősőtődik, mert ölögölösz. Vétterit, Renátó. Ja persze, és akkor meg az lesz, hogy majd nem hagyja magukat, hogyha úgy beszélnek vele. De ez az. A rendőr nem fogynak ki. Kik nem fogynak ki? Nem szólhat úgy vissza. Jó, mindegy, menjünk oda. Annak az úrnak a ruházata nem lett átvizsgálva még. Vételem, én is átnéztem a CMS-nél. Valamelyik kolléga már átvizsgált előttem, elvette tőle a dolgokat. Így van, Dandertából Daniel Nikonzó vizsgálta át a kamacsús urat. Valaki odaadta a lefoglalatokat, kinek adta oda? Elvileg egy Dodge csomagtartójában van. Vétel, akkor nem kell legyen az Audinba. Valaki meg tudná nézni, hogyha nincsen bezárva. Na és bepróbál. Ja. Parancsolom, feltörjük, ha kell. Nekem az nyitva volt. Vétel, egy FM modell, kb. 59 föl, és van itt valami tű, fehér port, kék port, tasakban, meg komolyc között. Ennyi. Tényleg, köszönöm szépen. Hú, tényleg jól mondtad, meg a DB-t azt elfogadtam. De kajak mi ez a kék tudsz? Nem tudom, menjétek a drogókhoz. Jaj, gogónak nem lehetni kellen, de hát nincsen. Hogyha érdekelne, akkor most jelenleg bevizsgáltattam, de mivel hogy most jelenleg leszarom ezt, hogy micsoda emiatt most szerintem hozzá sem fogok nyúlni. Eszembe jutott. Ő nem nyúl rá hozzá, és nem kompromitálnád a nyomozást, meg a letartóztatást. Így van, nem akarom ezt tapizni, emiatt nem nyúltam hozzá, uram. Professzionális nyomozói munka volt. Aj, ne látom. De mi ez a kék cusz maga, tudja? Nagyon ismerős amúgy. Olyan, mint a... Van az a Breaking Bad, vagy mi a bánat, ott is szoktak. A metamfetamin. Az, azt hiszem az. Nem tudom, már régen láttam azt a sorozatot, lehet az. Ah, volt. Nem lehet, hogy valami olyasmi? Amúgy. Erre, várjál! Ez is valami kék cucc. Dehogy felszippancsa el, akkor lehegyben leüt. Nem, hozzá se nyújtam, csak allergiás vagyok az illegális dolgokra. Erre, ott jó, amit a... Mennyire érzi allergiás napagát, uram? Egészre. Várjnak. Na, szóval, ilyen, olyan, mint az a metamfetamin volt a Breaking Badba. Kik nem fogynak ki? Miből? Nem tudom se. Tessék, uram. Az allergiájára. Köszönöm. Ja. Visszaadjam a zsebkendőt. Á, nem, nyugodtan tegye oda a lefoglaltakhoz. Hát, ha van valami értékes benne. Nem, akkor nem vagyok egy kopaszt.
Renátó belegyó a kocsijába, csupa takony lesz. De hogyis. Megtalálják a DRS-emet rajta, meg. Azt hiszik, hogy ilyen rendőr metamfetamin kereskedő terjesztő, szuperzseni vagyok, egy csak szuperzseni rendőr vagyok. Hát de uram, valamit elfelejt. Mondom, tagadni fogja. Erre se kérem számít, uram. Ja, mekkora trükk. Ja, én meg majd szemtanúskodok, hogy maga közel se volt, maga itt se volt, nem is volt szolgálatban az a Peste. Ja, értem. Hát igen, biztos, hogy ez lesz, még el fogja inni magának. Na jó, álljunk sóba. Én nem snitchelek sose. Hallgat még a kihallgatás, kolléga? Ez a határozott igennek, köszönöm. Vétett rátó, pozitív. Mindegy. Minden más kollégát kérek a 00 garázsába gyülekezőre. Vétett rátó részemről lezárható riasztását tettem magamat elfoglaltra. Mindegy, köszönöm. Ez egy 29 éves utasítás. Van még kolléga, aki nem kihallgat és nincs önunknak a garázsába? Péter, itt elemlom a 39 az egyik hölgyel elugultunk a kórházhoz ellátásra. Mi van? Milyen hügye ugrott a kórházhoz? A sérült, amit mondtam. Az egyik Mercedes-es, aki a Mercedesben ült. A mentő nem jött ki 20 perc után, meg kevesen vannak. Azt bevitték kórházba ellátásra. Nem ilyen helikopterre? Hát mert gondolom nem volt helikopterük. Az meg, de rájuk fognak menni. Na mindegy. Hova? Hogy? Hát nincs komoly eszköz nála. Kollégák! Bankrablást ezzel hivatalosan lőzárom, akcióparancsnokságot leadom, szolgálatparancsnokságot Tomok Larisszián vezérőnagy úrnak átadom. Nagyon jó. Jó, Tessék, Jamal! Semmi, én se szólottam. Persze, mondja csak. Én nem mondtam semmi. Dehogy nem, hallottam. Ott pus maga az oldalát, látom. Dehogy sem. Meg hallom is. Hát átgondoltam a ma esti szituációt, csak ennyi volt. Felkészültem a lebaszásra. Elmondtam a ma esti szituációt? Egy tökéletes alibi társat tudják tőle. Most találtam ki, vagyis hát nem, de nem értik. Én, mint külső, és aki nem vett részt a szituációban, amit mondok, hogy szar, kaotikus, kész. Ennyi. Jó van, uram, de mivel, hogy nem volt ott, emiatt igazából nem adunk magának semmi lehetőséget, emiatt hozzá se szólt a szituáció. Fűtőzsőmester eddig az előléptetését kérdezte, nagyon közel hozzá, hogy visszafele lépje a ranglistán, ilyen válogassa meg a szavait, kérem szépen 10-től 5-től. Elnézést, uram, csak befáradt vagyok, ezt nem tudom, mit mondtak. Ember van, akkor inkább ilyenkor zárja be a száját, és ne szólaljon meg, nagyon hatékony tud lenni. Jó. Közéő nagy úrra egyetértek, nagyon kaotikusak voltunk, a bankrablás elkövetőit nem tudtuk elkapni, nyilván ehhez köze volt annak a piros kamacsónak, egy fekete Lamborghininek, ami egyébként berádióztam, remélem mindenki értette, hogy a piros Mercedesben a Lamborghini se elkövetők voltak, akik akadályoztak minket, illetve a kamacsó egyik utasa életét vesztett, a másikat kórházi ellátás után beszállítottuk a kapitányságra. Köszönöm mindenkinek a munkáját. Üldözéseknél a legnagyobb probléma, az indulásunk olyan kritikán alul szar volt, hogy azt tanítani kéne. Mindenki blokkolt, motoros befordult rendőrautó elé, erre figyeljünk oda a jövőbe jobban. Ezzel vannak gondok. Már bocsú, beleszóltam. Épp azt akartam, hogy szolgálparancsok úr, kérem folytassa. Lilla kiléphet nyugodtan, mert ő még várja az elkövetőjén. Én is tisztizelek. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy vezetési tréninget én szervezek így a holnapi napra a másik városba, Teszvárosba. Csak hát nem nagyon volt rá érdeklődés, érdekes módon. A baj, nem a vezetése van csak a probléma, bár az is vicces. Tudom, volt, hogy amikor hívtuk, jöttek az erősítések, akkor is már 10-40 eztek. Indulástól kezdve egyszer ezeket át kell vönni. A tréninggel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, vezérül nagyobb. Azért lenne ez a tréning, mert én terveztem volna valamit, csak hát annyira kevés a létszám, hogy ez nem lesz megvalósítható a Teszvárosban, sajnos. Teljesen. Jó, ne hívjuk így azt a várost, másik város, kész, pont.
Ja. Amennyien csak lesztek, annyira megcsinálhatjátok, úgyse kötelezhetjük őket erre. Ez tudom. Van. Éva. Amennyi, akik érdeklődnek, azokkal lehet. Kész. Jó van. Na, srácok, én már le fogom csak adni a szolgáltat. Elköszönöm a tettetek. Keresek valakit, aki streamel. Egyébbe fog akadni itt a hang, úgyhogy az elnézést kérek. Nyugodtan. Tartalom készítő. Ki az, aki streamel és aki érdekes lehet? Csatorna rédelése. Ennyi most Suicide az. Nagyon jó szórakozást nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a feliratkozásokat, a követéseket, nagyon királyak vagytok, nélkületek tök unalmas lenne a játék, meg a stream, legyetek jó, kezeket a paplan fölé, ne egyetek mosatlan gyümölcslét. Jó ét! Jó. Jamal!